Ferenc Léphátra. Ő engedi elé! Vége a találkozónak! Bajnok a törment, kedves nézőink! Ezek után, hogy 9-1 a playoffban, azt hiszem, nincs miről beszélni. Szervusztok, szervusztok, ez itt a Rábaszket Podcast 23. adása. Szia, Tomi! Szia, Gyuri, sziasztok! Véget ért, vége van, vége a, hát mondhatom úgy, a évvégi szenvedésünknek, szerencsés végkimenetellel, ugye sikerült kiharcolni a bennmaradást. Ez az előző részünknél ugye még matematikailag sajnos nem volt biztosított, de azóta hál' Isten megtörtént. Röviden át beszéljük az utolsó mérkőzéseket, hogy aztán se menjetek sehova, mert egy nagyon érdekes interjú fog következni Tatúval, az edzőnkkel, hogy ő hogy látta ezt az egész évet. Előtte nyilvánvalóan elmondom a szokásos dolgokat, kövessetek bennünket a Facebookon, YouTube-on és a podcast felületeken is. Annyi a változás, hogy ugye a Google Podcast megszűnésével, hogyha ott hallgattatok bennünket, már pedig hallgattatok ott is bennünket, akkor ott már nem tudjátok keresni a részeket. Ezek a részek a YouTube Music felületére kerülnek át, úgyhogy oda is felkerülnek a részek, ott is hallgathatók vagyunk. Tomi, Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Paks, Ose. Ez régebben egy jobb körnek számított, most meg az életünk volt a tét. Mit gondoltál az előző adásunk után, hogy mikor juttatunk el arra a pontra, amikor bennmaradunk? Hát én ugye mondtam, hogy én nagyon bízom a Szegedben, hogy kellőképpen elkótyavetjélik az utolsó ott fordulót, főleg abban bízva, hogy a hátvédpárosuk motivációja az úgy valahol a béka feneke alatt lesz 8-al. Aztán ez a fajta számításom nem jött be, de szerencsére nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy mi kiharcoljuk a bennmaradást, és abból a szempontból jobb is, hogy így alakult, hogy volt egy nagyon fontos kiki meccsünk, amit megnyertünk, és valahogyan persze, amikor ilyen nagy a tét, mint a bennmaradás, akkor lehet mondani gyakorlatilag mindegy, hogy hogyan össze, de azért mégis az, hogy nem más kaparta ki a gesztenyét, meg nem a körülmények alakultak úgy, meg a nem tudom micsoda, hanem mégiscsak itt a második kör harmadik fordulójában a kaposvári győzelemmel magunk tettünk róla, hogy meglegyen a bennmaradás. Ez egy fokkal azért szerintem jobb, még akkor is, hogyha egyébként azért itt a Kaposvár meccs utáni nyilatkozat a Jogónak, hogy a célunk az volt, hogy megnyerjük a bajnokságot, hogy az azért kicsit ilyen megmosolyogtatónak hangzik, de ez volt a lényeg, hogy ez meglegyen ebben a elképesztő sérülés meg betegség hullámot hozó szezonban, mert azt ugye mondtuk is itt az alsóház előtt, hogy az annak abszolút az látszódik, hogy akár jelenleg mi vagyunk a leggyengébb csapat, tehát ebben az összetételben, meg ebben a folyamatos sérülések mellett, meg ebben a mentális állapotban ezt az hozzá kell tenni. És hát ezt azért nem is kell elhallgatni szerintem, hogy ugye az alsóház tabelláját az utolsó helyen zártuk, tehát hogy 6-ból 6-ak lettünk az alsóházban, csak ugye a hozott pontok azok ugye sokat nyomtak alatba, és tartottak benn minket. Hát a 12. hely az úgy hangzik, ahogy,
Mondjuk megmondom, ez szerintem teljesen mindegy, hogy 9 vagy 12 vagy 13. Hát szerintem is. Szerintem is. Egyetlen dolgot kell tekerülni, az pedig a 14. És azt itt teljesítettük. Hát mondhatni, hogy elég nagy teher alatt. Igen, mert ugye a második ötkör Kecskeméten kezdődött, ahova szerettünk járni. Szinte mindig nyerünk. Szinte mindig nyerünk, ja nem. Most se, és én egy pozitívumot láttam, hogy volt egy olyan rész a mérkőzésnek, amikor Konate az egész kosárlabdázónak nézett ki. Ott a második negyedben egész jó dolgai voltak, és adott hozzá ahhoz, hogy elég jól elrontott első negyed után fölzárkózzunk. Viszont ugye általánosságban nem nagyon láttam vissza olyan rettenetes módon a motivációt, ami nem csoda, de bennem nem volt a meccs közben, hogy ez lesz az a meccs, ahol behúzzuk a dolgot. Igen, de még a lehetőségekhez, vagy az éppen aktuális kerethez mérten szerintem annyira nem is volt ez katasztrofális meccs ennél. Hát ebben az azóban azért voltak rosszabb találkozóink. Itt azért nyilván nem segített, hogy Takács az első fél időben kiszállt. Nem segített az sem, hogy azért nem ez volt talán a legjobb meccse Tolbertnek a szezonban, még úgy is, hogy azért itt is majdnem meglett a dupla-dupla, de azt gondolom, hogy az alsóház első fordulóhoz képest, tehát ahogy Körmenden játszottunk a Kecskeméttel szemben, ahhoz képest, hogy itt meg aztán nem volt Vasics, nem volt Jogó, meg aztán persze Durázi sem, ahogy gyakorlatilag a teljes alsóházban, ahhoz képest szerintem ez annyira nem, meg ugye a Takács kiválása, ahhoz képest szerintem ez annyira nem volt egy rossz történet, mert nem volt annyira reménytelen. Itt egy elég nagyot behúzhattunk volna, hogyha ha marad erő, meg koncentráció az utolsó két percre, amikor ott döntetlen volt az állás, valamikor a 38. percben talán. Igen, 71-71 volt, igen. Számomra megmondom őszintén, ez egy meglepetés győzelem lett volna a csapattól, és nem voltunk ettől annyira messze, úgyhogy ez azért akkorat sajnáltam, mert ugye azért a Kecskemét is abszolút egy, tehát bőven mögöttünk indultak az alsóházba, jóval kevesebb hozott ponttal, és hogyha sikerült volna ellenük nyerni, itt még nem lett volna, azt hiszem, hogyha akkor jól számoltam matematikailag, teljesen biztos a bennmaradásunk, de hát azért 90% fölé mentünk volna bőven, hogyha ezt sikerül behozni, úgyhogy sajnáltam, de hát igen, az alapszakaszban is Kecskeméten nem fájó vereséget szenvedtünk, hát ezt gyakorlatilag a mellé lehet írni. Abszolút. És ugye mondtad, hogy számított a Szegetet talán utána, de most a kedvenc idei ellenfelünk az most egy picikét utána ugye visszavágott, méghozzá megint 100 környékén kapva 98-69-re nyertek az otthonukban. Arról a meccsről szerintem nem kell túl sokat beszélni, az első negyedben még egész jók voltunk, de aztán ugye a második negyed első felét azt kicsit elrontottuk. Én onnantól azt jegyeztem magamnak, hogy olyan killódás szaga volt az egésznek, a harmadik negyedben meg már ugye ilyen összeomlás szaga volt az egésznek. Szerinte tudatalatot már mindenki arra készült, hogy van még két hazai meccsünk, jön a Kaposvár, akkor majd ott behúzzuk? Elképzelhető, de azt gondolom, nagyon fontos volt itt az elején Morgannek a faltjai, tehát amikor ennyire szűk a keret, és akkor az egyik legfontosabb légiósod beüt két gyors faltot, lecseréljük, visszaküldjük, gyakorlatilag azonnal beütött a harmadikat.
Hát ezt azért, és akkor még ez ugye a bőven az első fél idő, amikor még nem nyílt túl nagyra az olló, azért az ott egy kicsit olyan nem nézett ki annyira jól, hogy ennyire kiírtam magát Morgan a meccsből, az azért nem segített azon fölül, hogy itt is megvoltak a hiányzóink, még akkor is, hogy itt Jobo vállalta a játékot kemény 15 perccel, illetve itt azért feltűnő volt az is, hogy Tolbertnek volt 4 dobása a meccsen mezőnyből 34 perc alatt. Ez azért egy, szerintem azért ezt azért itt bármennyire is kevésbé fontos meccs úgymond a szezonunkban, azért szerintem ez egy elég fontos statisztika. Ez ma, gyakorlatilag az első perctől feltűnő volt, hogy itt Tolbert a legjobb játékosunk a szezonban, talán ezt azért ki lehet jelenteni, az így ennyire parkolópályán volt, és azért ezt bármennyire is igyekezett legalábbis a támadó oldalon Konate, meg 21 pontot dobott, ráadásul kimondható, hogy korrekt hatékonysággal, azért ezt azért azt mi nem tehetjük meg, hogy Tolbertet ilyen zárójelbe tesszük a támadó oldalon. Hát ez van, aztán azt, hogy a másik fél időben meg már ott már viszont az van, amit te mondtál, tehát hogy amikor már nyílik az olló, és reménytelennek tűnik a helyzet, akkor egy ilyen szerda-szombat ritmusban, amikor nagyon hamar jön egy még fontosabb meccs, ott már talán nem is szabad erőltetni a dolgokat, mert az csak a később, a következő meccsnek a terhére, hátrányára menne. Ami pedig ugye eldöntötte, hogy maradunk, mert ugye bár gyengén kezdtük a Kaposvár elleni hazait, de ugye a negyed végére már megfordítottuk, és bizony utána végigvezetve gyakorlatilag nem nagyon hagytunk azért esélyt a Kaposvárnak arra, hogy győzzön a Szentélyben. Ugye mindenkit lelkesítettek buzdítani, kellett is, a buzdítás át kellett érezni, ez nagyon... Tehát a klub jövője szempontjából ez egy rendkívül meghatározó mérkőzés volt. Külön pikantéria, ugye, hogy azóta kiderült, hogy pont a Kaposvár esett ki. Hát azért abból a szempontból fura ez, hogy volt velük jó néhány legendás párharcunk, nem? Te hogy érezted ezt? Hogy pont a kapu... Nyilván amellett, hogy fantasztikusan király, hogy bennmaradtunk, de hogy utána kiderült, hogy pont a Kaposvár esik ki. Hát én most nagyon nem leszek PC, meg polkorrekt. Nem is kell. Nem micsoda. Meg lehet, hogy szemét vagyok, de én annyira nem sajnálom őket. Tehát én elnézést, tehát most én lehet, hogy egy kicsit kijön belőlem az, hogy azért mégiscsak a meccsek többségét, amikor ott vagyok, akkor ezt a szurkolótáborba törtöm, és nem a nem tudom milyen ülőszektorba, ahol lehet, hogy egy kicsit visszafogottabb a emberek ülnek. Én számomra a Kaposvár nem tartozott, de a szimpatikusabb csapatok táborába, de lehet, hogy ez a szurkolóik miatt van amúgy, meg nem tudom, de hogy én olvasom én is, hogy több körment szurkoló is együttérzését fejezi ki a kaposváriak irányába, meg valóban azért, hogy azt annak mondjuk én sem örülök, hogy mondjuk a fociban van, hogy ilyen kisvárdák, meg mezőkövesdek, meg felcsutok, meg nem tudom, mik vannak az NB1-ben, például a Hari helyett. Itt ugye két Pécs lesz, ugye, ha minden igen, igaz. Igen, tehát hogy meglennék NK a Pécs nélkül, ezt is abszolút aláírom. De valahogy azt, hogy pont a Kaposvárt sajnáljam, az valahogy nem jön nekem tiszta szívből, megmondom őszintén. Mindenfajta korábbi rivalizálásból eredő tisztelet mellett sem. Hát azt meg azt, de most az egy dolog, de a másik dolog meg azt, amit idén ők nagyon elszámolták magukat. Ez adott esetben lehet, hogy csak egy-két momentum, meg szerencsém, meg nem tudom mi múlik, mert ugye nekik jött évközben egy szlovén edző, jött pár siker,
amivel egyet sajnos ugye mi is megtapasztaltunk Kaposváron, amikor kikaptunk, hogy hosszabbítottak a szlovén edzővel, ugye mondtam, hogy nekem egy kicsit olyan potencsnikra is hajaz, amit a kispadon előad az alapján, és akkor, hogy Filipov így, amúgy is Kaposvár, meg akkor rögtön másfél évre, meg rögtön arról nyilatkozik a klubnak a saját marketing videójába, hogy jön ide majd más kaposvári is, és akkor eszedbe jut, hogy azért az a más kaposvári az gyakorlatilag két válogatott játékos, Vojvoda meg Benke, hogy na, atya úristen, mi lesz itt Kaposváron, meg mennyi pénz van, meg micsoda tervek. Hát ahhoz képest ez tényleg egy őrületes nagy koppanás, hogy végül ők kerültek a tabella aljára. De én azt gondolom, hogy egyébként itt az alsóházban volt egy-két győzelmük, ráadásul egymás után, de egyébként meg csapatilag szerintem ők nagyon nem voltak rendben, tehát hogy azért az hosszú távon azért mégiscsak ilyen, hogy vannak egyének, akik így-úgy játszanak, de hogyha az nincs egyben, az abból gond lehet, ezért mondtam azt, hogy én ezt a Szegednél vártam, hogy náluk fog ez kijönni, hogy van egy-két egyénileg nagyon, nagyon rendben lévő játékos, de hogy amikor mondjuk Szegednek kiment a kupadöntő láza, meg stb., meg úgyis mennek majd máshova, akkor szarni fognak az egészbe, végül ez nem Szegeden következett be, hanem Kaposváron, mert ugye azért tegyük hozzá, hogy aztán a Kaposvár még az utolsó fotbolton Szegedtől is kikapott, amikor már úgymond minden mindegy volt, meg ugye aztán kikaptak a kiki meccsükön Kecskeméten, tehát hogy azután, hogy Körmenden kikaptak, még a hátrévő két meccsüket is elveszítették, de ez az ő gondjuk, itt az, hogy itt Pasics, Csogó, mindenki, aki mozogni tudott nálunk, az pályára lépett nekünk, ez a fontos, és az, hogy itt az megint volt egy-két komoly egyéni teljesítmény, tehát az, hogy Morgan 14 pontot dobott, úgyhogy nem volt kettese ebben, tehát tripla meg büntető, Basics 9 gólpassz, Fepu 12 pont rontódobás nélkül, tehát itt azért volt egy-két olyan történet, hogy azért ez le a kalappal a csapat előtt, hogy amikor nagyon kellett, és amikor szerintem nagyon sok szurkoló úgy indult el a csarnokba, hogy hát fehér, falfehér arccal, akkor sikerült. Megcsináltuk, igen. Legalább playoff súlyosságú feladat volt ez, és megcsináltuk. És hát eljött számunkra az a nagyon ritka állapot, most így, ha belegondolsz, én is most gondoltam bele, hogy egy magyar NB1-es bajnokságban kettő dalab teljes, egymás után egy teljesen tét nélküli mérkőzés következett. Hát igen, mert ugye az alapszakaszban minden tétre megy, gyakorlatilag legalábbis mi azért... Hát csak az utolsó fordulóban nem biztos, hogy hányadik helyen hát végzel, akkor igen, és nálunk pedig nem volt az, igen. Úgyhogy két meccs jött, ami teljesen tét nélkül volt már. Pakson ez látszódott is, szerintem. Arra egy fél mondat, hogy se nagyon vesztegetnék, mert én ott azt éreztem, hogy ez nagyon látszik is. Viszont ugye az oroszlány utolsó forduló, 197 győzelem, a személyes vonatkozásaidat hagyjuk is. Igen, szerintem is. De ami még mindig mozgat engem, ez volt szerinted az utolsó meccse legendának? Hát az én véleményem az, hogy nem, de hát nyilván nem tudom biztosat. Én azt gondolom, hogy nem ez volt a... Nem volt a... Ez az a bajom, hogy én megérteném, ha ez lenne. Megérteném nyilván. De ez olyan, mint mikor nyomjuk a gémet, és egész egyszerűen nem lehet egy adott körrel abba hagyni. Aznap este.
Érted, mire akarok gondolni? Tehát, hogy egy Ferenc Csaba ne egy alsóházas OSE elleni, hogy mondjam, utolsó tét nélküli mérkőzéssel hagyja abba. Én ezt annyira nem szeretném. És lehet, hogy így lesz, tehát, hogy nyilván ki vagyok én, hogy bármit is mondjak, meg nyilván nem tudok semmit se, de ez számomra nagyon szomorú lenne, ha ez lenne az a bizonyos utolsó mérkőzés egy ekkora pályafutás után. Igen, hát nem tudjuk, hogy biztosra, hogy ő hogy dönt, illetve hát ugye az, hogy nyilván a klub oldala is kell emellett, vagy meg az, hogy valamit hát megegyezzenek a matekba is adott esetben, bár remélhetően nem ez a fő tényező. Ha mégis ez lett volna az utolsó meccs, akkor viszont hozzátenném, hogy legalább győztes meccs, ráadásul 14 pontot dobott, tehát hogy még hogy ráadásul neki személy szerint egyébként ez nem is volt egy rosszul sikerű találkozó, tehát hogyha mégis úgy alakulna, de még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy nem ez volt az utolsó meccse, de amúgy is kicsit itt furcsa volt a szezon eleje, de erről már beszéltünk, hogy ráfűztük ezt a Fepu utolsó szezon, meg a Bélet, meg a nem tudom micsoda, és akkor gyakorlatilag már tudszerűen mondta Fepu, hogy ő ezt azért 100%-ra sosem mondta ki, tehát ez azért egy kicsit furcsa volt ott már rögtön az elején, pedig akkor még nyilván nem úgy számolt Fepu, hogy itt az alsóházba fogunk vergődni a végén. Meglátjuk, viszont ugye van egy másik oldala, csak ezt ugye kellemetlen ilyenkor erről beszélni, hogy itt viszont nem arról van szó, hogy valamilyen frenetikus búcsúban reálisan bízzon az ember. Tehát ugye nyilván szeretnénk azt, hogy a következő szezonban a csapatunk elkerülje az alsóházat, benne legyen a legjobb nyolcban. De ha most ezt nézzük, hogy Fepu pályafutásának szép vége legyen, akkor azért ott viszont azért fel lehet tenni azt a kérdést így magunkban legalábbis, hogy mennyire reális az, hogy az ő pályafutásához méltó legyen a következő szezonban. Ez is jogos, persze. Helyezés. Ez tehát, is jogos. Hogy mennyire reális az, hogy, mert hogyha azt nézem, hogy Fepu a saját képességeihez, meg adottságaihez mérte, milyen sokat kihozott magából a pályafutásában, a klub hűségét, azt, hogy mindig ment a válogatottba, azt, hogy tényleg elnyűhetetlen volt évadokon, szezonokon keresztül, hogy ahhoz mondjuk egyébként egy hatodik hely az akkor arra azt mondanánk, hogy hú, hát na, az a Fepúnak a méltó, az az ő szintje, a hatodik hely, mert én azt mondom, hogy nem. Nem, de én értem. A 12. meg irreális. Tehát, hogy... Én értem, csak én hogy... Tudom, hogy mit mondasz, meg értem, hogy mit mondasz, teljesen értem, de ez így nekem keserű, akkor is. Akkor is. Igen, nem igen. Tudom, hogy mit éreztem volna, hogyha bejutunk a 8-ba, és mit tudom, 8. helyen, és egy 3-0-ás alázással mondjuk kijut a Falkó, hogy azt jobbnak éreztem volna. Én most csak azt mondom, hogy ezt keserűnek tartom, így. Keserédesnek, vagy hogy mondjam, inkább keserűnek. De mindegy, ez csak elméleti fejtegetés, majd meglátjuk, hogy ennek, hogy ezzel mi fog történni. Vége. Az a lényeg, hogy vége. Most nyilván fogunk majd még a külön talán Ádámmal is értékelni, meg átbeszélni a szezont. Úgyhogy most csak annyit kérdeznék tőled, hogy mi az, amivel elengedted szombaton ezt a szezont? Milyen gondolatokkal engedted el szombaton ezt a szezont? Mielőtt meghallgatnátok a kis beszélgetésünket Tatúval? Hát én nekem a szombati elengedésem az Rúják Andrással kezdődött, de hogy... Mondtam, hogy ne beszéljünk róla. Igen, de úgy egyébként az, hogy túl vagyunk rajt, de és hát itt ugye Takács Kristóf sérülése, hogy ez nagyon jó. Ez legalább 10 évig.
ne jöjjön vissza ez a sérülés és betegség hullám. Ha legyünk, ne legyek túl negatív, de bármelyik osztályban szerepeljen a csapatunk, bármilyen célért, egész egyszerűen ezt nem szabad, hogy a közeljövőben megismétlődjön, mert így nem lehet elérni gyakorlatilag semmi olyasmit, amit a szezon elején kitűzöl, hogyha ilyen sokat hiányoznak a játékosok. És ugye ez az, ami tényleg, hogy ez ne ismétlődjön meg. Talán ez az, amit mondanék, hogy ez az, ami így szombattal remélhetőleg lezárult. Az már más kérdés egyébként, hogy a következő szezonban így, hogy mínusz egy légiós, és nyilvánvalóan nem fogunk igazolni 2-3 válogatott magyart, így meg aztán talán jövőre, meg aztán pláne nagyon fontos lesz, hogy lesz 4 légiósunk olyan, amilyen, legyünk optimisták, hogy jók, kulcsemberek lesznek, minimum 30 percet átlagolnak, vagy nagyobb is minimum 25-öt. Nehogy az legyen, hogy minden meccsen maximum 2 áll rendelkezésre hónapokon át, mert akkor akármennyire sikerül jól nyáron választani, mondjuk minden ígyet, hogyha amihez azért szerencsés kell, megcseszheted, hogyha abba 2 játszik. Így van. Vagy sőt, tehát igazából egynek a hiánya is meccseken áll. Tehát, hogy itt azért volt is erről egy pár hónapja a Facebook oldalunkon egy poszt, hogy azért az ember belegondol abba, hogy egy 20-25 éves távlatban, hogy egy légiós akkor hiányzott kb. Amikor a szemünk előtt ment ki a bokája, vagy a térde, vagy a nem tudom milyen a pályán. És akkor tudtuk jó, hogy hát akkor neki mondjuk a szezonjának annyi. De az, hogy 4-5-6 meccseket ne játszon így darabokban egy légiós a szezonban, hát ehhez nem voltunk egyáltalán. Vagy nem, ugye nem is kell ezt kiegyezni régiósra elnézést, tehát kulcsemberre, ahhoz egyáltalán nem vagyunk hozzászokva, és nagyon remélem, hogy nem is kell hozzászoknunk, hanem hogy ez egy ilyen szezon volt, megy a fiókba, és kész. Így van, és ha a karma igazán rendes velünk, akkor ezt tényleg mások, ezt másokkal tényleg a következő szezonban játszatja el, ahol már csak 4 légiós lehet, ha minden igaz. Nos, akkor ennyi volt a szezonunk, jövünk majd még, nyilvánvalóan nem maradtok nyáron sem részek nélkül, de mindenek előtt fogadjátok szeretettel az itt következendő beszélgetésünket Tatuval, hogy ő hogy látta a szezont, sok mindent érintettünk. Köszönjük, hogyha meghallgatjátok, legyetek jók, sziasztok! Sziasztok! Nos akkor, abban a szerencsében van részünk, hogy itt van velünk Tatu, az edzőnk. Szia! Podcastbe, üdvözlünk a podcastbe, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, köszönöm a meghívást, és szeretnék nektek gratulálni ez a podcasthez, mert szerintem egy hiánypótló valami, és tök jól csináljátok, és hajrá csak itt tovább. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi nagyon örülünk, hogy kicsit beszélgethetünk veled az előző szezonról, ami ugye szombaton ért véget a számunkra. Egy kicsit általánosságban, egy kicsit némi háttérinfóval feltesszük azokat a kérdéseinket, amik foglalkoztattak bennünket, és te tudsz rá válaszolni a leginkább. Kezdjük is azzal, hogy egy kosárlabda edző élete szerintem egy rendkívül stresszes munka, illetve a munka egy rendkívül stresszes dolog, lehet, hogy az összes sportedzői is, de egy kosárlabda edzői pláne szerintem körmenden. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye tavaly volt egy bronzos szezonunk, most volt egy 12. helyezett szezonunk. A stressz szintedet tekintve, mekkora volt a különbség ezen két szezon között?
úgy gondolom, hogy stresszes, beszéljünk, legyen is szó bármiről, vendéglátásról, bármi olyan jellegű dolog, ahol emberekkel kell foglalkozni, szerintem az eleve egy stresszes dolog. Az edzői szakma az különösképpen. Ha most itt a két szezonunkat kell összehasonlítani, akkor számomra ez összehasonlíthatatlan abból a szempontból, hogy ez az idei, ez valami egészen elképesztően stresszesre sikeredett, főleg így a legvége a playout után. Ugye itt ezer dolog az, ami megviseli az embert, vagy hat rá úgy lelkileg, hogy nagyon nehéz sokszor visszatérni, akár hétfőn lemenni újra edzésre, de hát nem kérdés, hogy ez a munka, ezt kell vállalni. Igaz, én még az elején vagyok ennek a felnőtt edzősködésnek. Úgy gondolom, hogy talán még így az edzősködésben egy fiatal edzőnek is számít, hiába van mögöttem, vagy 15 év utánpótlás edzői tapasztalat. Ez egy teljesen más kávéház, teljesen más dolgoknak kell megfelelni, teljesen más szemszögből kell nézni a dolgokat, úgyhogy nagyon más és nagyon stresszes. Nyilván azok a dolgok dühítőek talán a leginkább, amikre nincs ráhatása egy edzőnek, gondolok itt a sérülésekre, leginkább amiből úgy gondolom annyi jutott ki itt az elmúlt évben, elmúlt szezonban nekünk, mint szerintem az elmúlt 10 évben. Nyilván máskor is voltak ilyen szezonok, ahol volt sérült, leginkább a végjátékra sérültek meg játékosok, ahogy így ugye az emlékezeteimben visszatérek, vagy akár az az emlékezetes Szolnok elleni döntőnk 2007-ben talán, ahol tényleg már teljesen elfogytunk a végére, de ott a végére fogytunk el. Nyilván szezon közben is volt egy-egy sérülés, de talán ilyen, hogy a 26 alapszakasz meccsünkből 5-öt játszottunk teljes kerettel, hát ilyenre én nem nagyon emlékszem, de már említettem több helyen is, hogy most tényleg vége lett így a szezonnak, és ugye minden edzésem megvan, minden edzéstervem, mindenről vezettem hogy ki volt edzésen, tehát jelenléti ívet, illetve hogy hány edzésünk volt, na most 360, a 360 darab edzésből 14 darabon volt teljes keret. Tehát a 360 edzésnek, ugye amikor ezt talán a Szurkoló Jankéton említettem, akkor 12-nél jártunk, mert most akkor úgy éreztem, hogy na talán majd a playoutra tudunk egy olyan formát mutatni, így teljes csapat, hogy igazából mi is lett volna az igazi arcunk. Erre nyilván a dúró kiesik az első meccsen, aztán a Jogó ugyanúgy hozta a sérüléseket, aztán a Basics is megsérült közben, a Kecskemét ellen ugye a Tolbert sem tudott részt venni, tehát egy katasztrófa. Na mindegy, tehát a legstresszesebb része azok a dolgok, amikre nincs ráhatásra, még egyszer mondom, a edzőnek a sérülések, meg ezek a dolgok, tehát ezek így akár a klubon belüli viszonyok, vagy egy-egy konfliktus játékosok között. Nyilván azokat lehet kezelni, arra még nagyobb ráhatása van az embernek, de mondjuk gazdasági problémák, tehát ilyen dolgok azok, amik azért megviselik az embert. Hát igen, és ha egyszerre hárma habcizva jönnek be, azzal viszont tényleg nem tudsz mit kezdeni, mert azt is beszéltük ugye az előző részben a Tomival, hogy mintha betegségekből is több jutott volna, mint korábban. Hát rengeteg. Már a Kismatyit tudnám mondani, aki nem betegség miatt nem hiányzott, de meg talán a Maliknak, de a Malik is volt, nem, ő is volt beteg, de talán meccset a betegség miatt nem hagyott ki, de vagy most akár itt a Dr. Petinek az esetét mondani, ami szintén egy fontos meccs előtt így szombat reggel ért a villámcsapásként, amikor ugye már tudtam, hogy a Cook nem lesz, és akkor jó, oké, Peti föl lett készítve, hogy több lesz a szerep, minden erre szerda reggel jön egy üzenet, hogy hát valószínű is jó sok ideig nem lesz. Tehát ezekkel nem tudsz mit kezdeni, és meccs előtt egy nappal ezt megoldani, meg, tehát hogy úgy, hogy igazából nem nagyon volt
több klasszikus irányító, Herceg Kristófot, ha ide vesszük nyilván, de hát ő neki ebben a szezonban még más volt a szerepe. Úgyhogy ezek nehéz dolgok, amikre nem tudsz hatni. Igen, ugye az a 2006-2007-es szezon volt az, amikor tényleg a végére teljesen elfogyott a csapat, és hát olyan játékosok játszottak a döntőben, akik szinte alig kaptak az alapszakaszban szerepet, de hát ugye teljesen más, amikor a szezon utolsó meccseire dől neki az emberek, mint amikor egész szezonon keresztül gyakorlatilag szinte majdhogy nem, de ki lehet jelenteni, hogy az első meccstől fogva. Mert ha jól emlékszem, a dúró kapás volt az elején, hiányzott talán ott az első meccseken. Így van, két vagy három meccset, meg a Fepu is ugye, igen. miatt, amit még az LC-be szedett össze. Tehát, hogy két magyar alapember esett ki kapásból ott a legelején, és hát ugye azért attól még egész jól kezdtük a szezont. Igen. Itt egy olyan kérdésem hadd legyen nekem itt, ami mint hogyha magadat értékelnéd, mint első teljes szezonod volt felnőtt edzőként, hát az utánpótlásban nyilván azért már évtizedes rutinod van, hogy mi az, amit úgy gondolsz, hogy a felnőtt edzők különböző munkaköreiből ebben a szezonban a legjobban sikerült, vagy esetleg ami a legkevésbé. Tehát azért most feltételezzük, hogy azért a tavalyi évben a játékos kiválasztásban is ott volt a szerepet, bár persze körben mindig legendák vannak arról, hogy ki az, aki a játékost választja, akkor kell csinálni nyilván egy felkészülést, mert ugye tavaly decemberben ugrottál be, a bajnokság közepén gyakorlatilag talán hétvége után szerdán meccs volt, vagy valami ilyesmi, hát ehhez képest ez teljesen más, hogy az egész felkészülést te csinálod. Aztán akkor onnan meg akkor persze a folyamatosan az edzések meccsről meccsre, illetve hát nyilván a meccselés. Tehát meg hát esetleg a mentális oldala, hogy a játékosoknak a lelkével is foglalkozni, hogy azért meg arról, hogy egymáshoz hogyan viszonyulnak, mert azért mégis csak csapatsportágról beszélünk, hogy mit gondolsz, mi az, ami idén voltak nehézségek, vagy mi az, ami gördülékenyebben ment ezek közül? Most, hogyha össze kéne hasonlítanom a kettőt, az nagyon nehéz, mert nyilván egy utánpótlásban nem az eredmény az, ami a legfontosabb dolog, persze. Sokkal inkább ugye az, hogy adjunk játékosokat. Itt egy felnőtt mezőnyben nyilván a fiatal játékosok képzése fontos, nagyon fontos dolog, de hát amiről egy edzőt megítélnek, nyilván az az eredmény. Hát az meg idén, azt meghagyjuk is. Tehát, hogy ez a része, ez most nem sikerült ebbe a szezonba, főleg összehasonlítva a tavalyival, ami akkor se volt egyszerű, mert ugye ott decemberben átvettük a csapatot, rögtön következett 5 darab idegenbeli meccs köztük, talán, és akkor hiszem 6-nak jött a Falkó hazai, tehát hogy akkor mondhatjuk, hogy 6 nagyon nehéz mérkőzés következett számunkra, illetve ugye bejött akkor ott a Mike Moore-nak a spanyol ajánlata, ugye elment, helyette is kellett keresni, a Brandon Parrishnek csak 31-ig szólt a szerződése, ő úgy döntött, hogy nem akar tovább maradni, más út, más irányba ment, tehát az is egy nehéz dolog volt. Idén is nehéz az, hogy lehet ugye a csapatot összehozni, összerakni. Nyilván nyáron, amikor elkezdjük ezt az egészet összeszervezni, hogyha egy játékost kiválasztunk, akkor nagyon sok fórumról próbálunk információt szerezni róla, hogy nyilván a személyiségét próbáljuk leinfózni a játéktudása mellett. És miután ide érkeznek a játékosok, nyilván próbáltuk azokat kiválasztani, akik tényleg volt több olyan egyébként, akikről lemondtunk, amiatt, mert rossz infót kaptunk vissza róluk. Hát több nem, 2 volt, akit emiatt inkább hagytunk. És ugye, amikor ide érkeznek, az már megint egy másik kérdés, hiába jó gyerekek, de lehet, hogy ők ilyen többen maguknak valók, és nem illeszkednek úgy a csapatban, nem lesz jó a kémia. De úgy gondolom, hogy nem volt ezzel probléma idén, tehát mindenki próbálta megtalálni a közös hangot a többiekkel. Tényleg rosszabban nem lehet senkire emberileg. Hát talán a Miles Carter volt az év elején egy kicsit olyan furább, akit még úgy a sajátja is sem nagyon, mármint úgy értem, az amerikaiak sem nagyon tudtak hova rakni.
de hát ő ugye olyan sokat azért nem is volt itt velünk. Nyilván próbál az edző, próbálunk különböző programokat összerakni, ahol így az év elején a játékosok megismerhetik jobban egymást, nem csak a kosárlabda pálya közegébe találkoznak, hanem akár egy bowling, elmegyünk egy bowlingra, vagy közös ebédek, vacsorák. De hát nyilván sok múlik magán a játékoson is, hiszen egyszerűen tehát erőltetni nem lehet az, hogy na most a gipszi a kabjóban legyen a kis pistával, tehát hogy ezt így nem lehet csinálni. Tehát hogy ezeknek jönni kell, ki kell alakulni. Ha valami erőltetve van ilyen szempontból, az szerintem már eleve megbukott. Nyilván mondom, ilyen különböző indikátorokkal lehet ezekre hatni, de szerintem ezt hagyni kell kialakulni. És tényleg... Én úgy gondolom, nyilván ami a legjobban összekovácsol egy csapatot, az nem más, mint a győzelem. És hát évelején szerintem jól is indultunk, akár ez az edzés elejtező, tehát egy erős ciprusi csapatot sikerült megverni, aztán egy még erősebb izraeli csapattal játszottunk egy kiki meccset, ott hogyha a Chris Webbnek, vagy is hívták, Chris Webbnek nem fújják be azt a dobás közbeni hülye faltot, ami nem is értettem, tehát ott, hogyha az nincs, akkor szerintem akár még nyerhettünk is volna, de hát ez már a történelem, utána jött 3 győzelem a bajnokságba kapásból, tehát ugye tényleg jól összeállt az egész, még a sérülések ellenére is, amik hátráltattak minket, úgyhogy utána már azért elkezdett döcögni a szekér érezhetően, és akkor tényleg így egy kicsit a morális visszaesik, de hát mondom, a győzelem az, ami ezeket meghozza és rendbe rakja. A légiósokról, ha már beszélt egy kicsit, tehát milyen arányban tudtatok valóban megcélzott személyt idehozni, és mennyi volt úgymond bármilyen szempontból a kényszerpálya, legyen ez anyagi, egyéb más dolog. Nyilván a center kérdésben ugye azért azt láttuk a szezon közben, hogy egyre inkább beszűkültek a lehetőségek, amikor változtatni kellett, de nyáron mi volt ez az arány, vagy hogy tudtátok ezeket a légiós igazolásokat megközelíteni? Igen, ugye miután kiderült, hogy vihetjük tovább a következő évet, és megbízott minket a vezetőség a Levivel, hogy rakjuk össze a csapatot erre a szezonra, nyilván kapunk egy keretet, hogy abból kell választani. Na most akkor onnantól kezdve jönnek az ügynökök, akiknek van több kosaruk, hogyha így el tudom magyarázni, amit mondjuk van egy kosár, amit mondjuk a közép-európai bajnokságokra szánnak, hát a hasonló erősségű bajnokságokra, tehát nekünk nem fogják kiközvetíteni a spanyol, a francia, meg a Bundesligába szánt játékosokat, tehát nekünk körülbelül abból kell választani, nyilván tudják mi a keretek körülbelül, de hát ömlesztve küldik a legtöbben a játékosokat, tényleg több ügynökség, mit tudom én, 5-6 ügynökség, 100 közeli darab játékost küld, és hát ugye a legrosszabb az, hogy a legtöbben úgy küldik, hogy hát árcédulát nem írnak mellé. És akkor ugye nekiállsz átnyálazni 100 játékost, abból mondjuk kiválasztasz 10-et, az visszaküldöd az ügynöknek, ő megragaszt rá akkor egy árcédulát. És hát ugye mondjuk lehet a 10-ből 8, az bőven a te kereted fölött van. De hát nyilván azért látjuk a prospektjét egy játékosnak, hogy hol játszott, miként teljesített, azokból azért úgy körülbelül tudunk tájékozódni, hogy a mi szintünk lehet, vagy sem. Ettől függetlenül én próbáltam, mint első év, tehát először csináltuk ezt a Levivel ketten. Ő azért már részt vett többe is, de én magam még nem vettem részt így légiós kiválasztásba, abszolút, tehát az előző években sem. Úgyhogy ez volt az első ilyen alkalom. Én úgy gondoltam, hogy megpróbálunk, vagy a legalábbis a fontosabb posztokra olyan játékost kiválasztani, aki már bizonyított itt Magyarországon, vagy akár ismertük mondjuk egy EC meccsről, vagy valami, valahonnan tudtuk, hogy őtőle mire számíthatunk. Én ezt mondtam is nem is tudom, valahol, hogy nekem az első számú célpontom az irányító posztra, az a Pollard volt, akit ugye Kecskemétről jól ismerünk. Na most, hát finoman szólva röhögtek ki az ügynökök, hogy ez nem a mi szintünk, úgyhogy ott nem, tehát hogy mondtak egy árat, és valóban több mint másfélszerese volt az ára az általunk irányítóra szánt
pénznek. Így volt a Deon Edwinnel is, őt is én szerettem volna, nekem nagyon tetszett a Paksban. Meg hát én az irányító posztra nem nagyon szeretem az ilyen kisebb, meg vékonyabb, meg gyengébb játékosokat. Én tényleg egy ilyen 190-es mindenben, tehát akivel sokféle védekezési variációt lehet csinálni, még ha nem is dob jól kintről, de jól bontja a védelmet, jól fejez be, jól passzol, mert azért az Edwin nem az a nagy dobó, de viszont olyan lehetőségek vannak benne szerintem itt a magyar bajnokság szintjén, amit bőven ki lehetne aknázni, úgyhogy ők voltak, akiket én így akartam. Egyébként a Mario Inningre is rákérdeztünk, hát az ő ára, azt meghagyjuk is, hogy lehetőségeinkhez képest hol volt. A Dickinek is utána kérdeztünk, ő sem volt számunkra elérhető, de hát mondom, tehát olyanokat akartunk, akik azért valamit letettek a magyar bajnokságba, és mondjuk, hogyha egy játékosra többet szánnánk, és akkor valahonnan valamit meg lecsipünk, akkor ők bennem még gondolkodtunk úgy, hogy talán akkor rájuk többet szánunk, de hát nem egyszerűen nem megugorhatatlan volt ez számunkra. Ugye volt a Vezlit is, utána Vezlit is megkérdeztük az ügynökét, tehát magával Vezlivel nyilván ilyenkor hiába tudjuk a kontaktot a játékoshoz, meg ismer minket, a Vezli Gordonra gondolok, tehát nem hívhatjuk, nem kerülhetjük meg a menedzsert, tehát nem, ilyet nem lehet csinálni, mert abban a pillanatban a menedzser olyan balhét csinál, hogy többet biztos, hogy nem fog velünk szóba állni. Tehát a menedzsert kérdeztük, ő is mondott egy árat, az sem volt, tehát a Vezlinek az ára sem volt számunkra elérhető, úgyhogy onnantól kezdve ugye jött az a része, amit az előbb mondtam, hogy elkezdtük átnyálazni a listákat, és hát szépen szűkült a sor, és akkor eljutottunk valahova. A számunkra elérhető játékos, illetve talán minőségben is olyat, ami megfelel, és nem okoz csalódást, és azokat a célokat, amiket kitűztünk, azokat el lehet érni velük. Több sztori is volt tényleg így a nyáron, mert nem volt egy egyszerű történet. Mindenki évelején, hát a Kuk nem irányító, valóban mi sem annak szántuk. És ez is a rutintalanság gomnak, én ezt bevállalom, hogy amiatt alakult ez így. Ugye nyilván mi is, vagy hát én is, meg lejövő úgy, tehát hogy az irányítót szerettük volna legelőször kiválasztani, ezért mégis az a legfontosabb, az egyik legfontosabb poszt, úgy gondolom, és ott azért lehet úgy a mi kategóriánkba is találni, ha nem is azokat, akiket az előbb felsoroltam, de talán ismeretleneket, vagy olyanokat, amik egy hasonló bajnokságban jó mutatókat csináltak, és így esett a választásunk először az Ashton Higgins nevű játékosra, aki egyébként az NBA-ben pályára is lépett talán az idei évben, most hogy melyik csapatban, azt talán nem tudom megmondani, de pályára lépett, és ugye küldtünk egy ajánlatot az Ashtonnak, ő ezt el is fogadta, örültünk neki, amikor visszajött tényleg két napon belül az ügynökétől az üzenet, hogy az Ashton elfogadta, és küldjük ki, ugye ki is ment a szerződés, és hogy hát mi ezt úgy gondoltuk, hogy jó, akkor megvan, és beszéltünk is vele a magával a játékossal. Tehát ő is pozitív volt, teljesen rendben volt minden, ahogy szokott, úgy ment, és amikor ugye megtörtént, hogy az ügynök mondta, hogy igen, mondott a játékos, úgy kiköltük a 1-es-2-es posztra az Anton Cooknak a szerződést. És ő is elfogadta, még talán aznap, vagy 24 órán belül ő is elfogadta az ajánlatunkat, tényleg boldogok voltunk emiatt, mert a két jó játékos szerintem. És vártuk vissza a szerződést, az Anton vissza is küldte a live-ba, minden rendben volt, és az Ashton Higgins pedig nem. És vártunk, először az ügynök mondta, hogy hát most a játékos utazik a keleti partra, a nyugatiba, meg kell várni, még odaér, de hogy beszéld vele, ahogy leszáll, majd valahol nyomtatja, aláírja, visszaküldi, hát azért ennek megvannak így a bonyolult dolgai, de hogy ez működni fog, és akkor vártunk egy napot, két napot, három napot, eltűnt a játékos, nem tudtunk mit csinálni, ugye az Anton Cook már aláírt, így
így azt a döntést hoztuk, mivel azok az irányítók már elkeltek, akik még a kalapba voltak, tehát ez idő alatt már ők is csapathoz kerültek, és olyan visszajelzést kaptunk a Kukról, hogy ahol az előző csapatánál játszott Svédországba, azt hiszem, ahol bajnokságot is nyertek, hogy ott a playoffban gyakorlatilag végig ő irányított, és hogy nagyon jól megoldotta, sőt azt is mondták talán jobban, mint az előző irányítójuk, úgyhogy bátran használhatjuk egyesnek, és mivel tényleg nem volt már olyan irányító, akire úgy azt mondtuk volna, hogy jöjjön a mi árkategóriánkba, így mondtuk, hogy jó, akkor az Entől lesz az irányító, és mellé veszünk még egy hasonló egyes-kettes poszton bevethető játékos, ő lett a Malik Morgan, aki, mert oda tényleg egy jó dobójátékost szerettünk volna, és szerintem a Malik személyében meg is találtuk, tehát ő egész évben hozta azt, amit mi vártunk tőle. Nyilván nem volt a védekezés hőse, ezt mi is láttuk, de ő tényleg olyan bokával is vállalta a játékot, amivel lehet, hogy más 3 hetet is kiadott volna, úgyhogy így alakult ez a légiós kiválasztás, illetve a center kérdés volt ugye még az, ami nehéz, mert ott tényleg amit mi tudtunk pénzt szánni, hát ott azért elég lutri a dolog, tehát hogy nagyon nehéz volt ebbe az árkategóriába megfelelőt megtalálni. Hát a Miles Carterre esett a választás azért már, mert ő játszott az olasz első osztályba, meg valamiféle számokat is produkált, tehát hogy volt ő komoly bajnokságba, de nyilván ez nem sikerült abszolút. Illetve hát ugye utána, mikor őt elküldtük, vártunk, volt egy horvát srác, akire vártunk sokáig, ő nem tudott, a Cibonába játszott egyébként, de ugye ott fizetési problémák voltak, és mindig, amikor bejelentette, hogy jó, akkor megyek, akkor mindig nyilván adtak neki annyit, hogy ne tudjon szerződést bontani a játékos, és ott nem tudtunk tovább várni, aki pedig a kalapban volt, ez az Ibrahim Szilla nevű játékos, aki ugye érkezett is, de hát igen, tehát, hogy ott sem az volt, hogy 10 közül voltunk annyira kretének, már bocsánat, hogy őt választottuk ki, hanem ott akkor mentek a meccsek, és ugye, hogy hallgattalak bennetek, ugye ti is beszéltek, hogy hát nem lehetett a Tolbert egy csapágyasra játszatni, tehát előbb-utóbb ez valahol visszaütött volna, és hát az volt, hogy akkor kell a Szilla, kell center, vagy nem kell, tehát nem az volt, hogy volt mellette még 8 másik, és én mi őt, hanem ő volt. Tehát abban az árkategóriában, amit mi el tudtunk érni, mondom, ez a horvát srác volt, de ő is több volt egyébként, mint a keretünk, de tehát a vezetőség azt mondta, hogy megoldja, de hát ő nem jött, és tényleg így ő maradt. Ugye, ha a Jogóról beszélünk, ott meg megint ugye a 3-as-4-es poszt talán az egyik legnehezebben lehet 3-as-4-es posztra, mert oda is szerettünk volna olyat, akit tudunk használni mezőny poszton is, meg 4-es poszton is. Tehát akartunk egy ilyen típusú játékost, az meg tényleg talán az 5-ös poszt után az egyik legdrágább, meg hát a legritkább is, tehát ez a 2 méter 2-3 centi körüli, és olyan, aki tud kint bent játszani, vele is lehet sokféle védekezést csinálni. Ugye hát ő volt, és hát róla is jó visszajelzést kaptunk még, mert ugye ő a Splitbe volt, és ugye a Teo Csizmicssel vettük fel a kapcsolatot, aki ugye ott sportigazgató talán, és hát tényleg csupa jót mondott, de hát a Nico is olyan volt talán, hogy mintha lenne egy Ferrarid, de egyszerűen, hogyha 4-esbe kapcsolsz, akkor nagyon elkezd füstölni a motor, tehát hogy egy ilyen alapjáraton így el tud döcögni, de valahogy mindig valaminek is közbejött. Csapatépítés kapcsolatban kérdezek egy ilyet, hogy most is aktuális, de már tavaly tavasszal is te voltál az edző, Tatu, hogy teljesen laikus kérdést hadd tegyek már föl, hogy a nagyjából ez úgy néz ki, hogy tavasszal a szóba jöhető magyar játékosokkal természetesen ideértve azokat, akiknek éppen nálunk jár a szerződése, és szeretnénk, hogy jövőre is itt legyen, vagy következő évben. Tehát először lemegy ez az első kör, és akkor lemennek ugye a magyarok nagyjából mindenhova aláírnak a 14-es osztályú csapathoz, és akkor utána kaptad meg azt, vagy kaptátok meg Levivel a keretet, hogy na ennyi van légiósra,
vagy már tavasszal megvolt az összeret, hogy ennyi van a Magyar Plusz Légiósra. Tehát, hogy erről egy pár mondatot még ha mondanál, azt megköszönném. Igen, hát ugye a magyar játékosok már általában mindig szezon közben. Persze, világos. Próbálunk, akik ugye nálunk vannak, azokkal hosszabbítani. Na most az, hogy mi nekünk esélyünk nincs beleszólni komoly magyar játékos szerződtetésébe, az talán mindenkinek világos, meg látják is szerintem a szurkolók, hogy egyszerűen az, hogy mi beleszóljunk így a top 15-20 játékos, de inkább azt mondom, 15 játékosba egyszerűen esélyünk sincs. Tehát, hogy olyan árak vannak, amik számunkra megugorhatatlan. Így tényleg próbálunk a helyi játékosokra, meg azokra fókuszálni, akik itt vannak, és így van, ugye, amint ez megtörténik, és megvan a magyar keret, ugye mindenki azt alakítja ki először, nyilván vannak, akik azért tovább húzzák az időt, meg próbálják az árukat följebb tornászni, hát ez normális, hát mindenki pénzből él, de hát nyilván megvannak nekünk is a lehetőségeink ebből a szempontból, és hát van, amit nem tudunk elérni, és akkor utána, amint megvan ugye az edző személye, nyilván ez is bronzérem után terült ki, hogy hát akkor kapunk egy lehetőséget erre a szezonra, és akkor kapunk egy keret összeget, amit próbálunk betartani. Nagyon jó, hogy ezeket elmondod, mert azért szerintem sokak fejében egész más kép él erről az egész folyamatról, hogy milyen az időszükséglete, meg milyen a milyen komplex feladatokból áll. Sokat hallok, meg látok, én tényleg egy ideje próbálom magam itt távol tartani ezektől a közösségi oldalaktól, mindenféle fórumoktól, de föl dobnak neveket, de egyszerűen fogalmuk nincs, már bocsánat, hogy az mekkora anyagi megterhelést jelent egy klubnak, vagy hát nekünk. És ugye nekünk nem egy játékosban kell gondolkodni, hanem úgy, hogy nyilván jövőre ezzel a négy légiósos szabállyal, meg hát még több lehet. És hogyha belenyúl egy csapat egy olyan szezonba, amilyenben mi idén, hogy így ennyi, két légiós megsérül. Tehát hogyha egy, már az is óriási bukovári lesz szerintem egy csapatnak, de ha meg kettő megsérül, hát az első három, négy, sőt, az első három csapaton kívül nem tudom, ki fogja tudni megugrani úgy, hogy egyből a teljesítmény ne essen szét. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, és hát nyilván ezt a magyar játékosok is használják, és persze, hogy ez árképző hatással van a magyarokra, és innentől kezdve eddig se volt sok esélyünk, hát innentől kezdve meg tényleg csak a sajátjainkra, meg akik itt vannak, azokra próbálunk vigyázni. Igen, ez pont direktben lett volna az egyik kérdésem, hogy ezek az új, meg ugye amit még mondanak, hogy mi van, hogyha két év múlva meg már, mit tudom én, két magyar kell, vagy két magyar legyen a pályán, stb. Stb. Tehát, hogy ez csak rontani fogja a helyzetünket ebből a szempontból. Viszont nem vagyok róla meggyőződve, hogy magának a magyar kosárlabdának, vagy a magyar válogatottnak, vagy főleg, amivel ugye a Tomival szoktunk sokszor ventilálni, hogy a magyar kosárlabda nemzetközi klub megmérettetéseit ezt nagyban fogja támogatni. Hogy ne, hát tehát ez nem, hogy 14 csapatra való magyar játékos nincs, de szerintem 10-re való sincsen nagyon, és hát persze lehet, hogy jönnek ki olyan játékosok, akik esetleg nem kaptak volna úgy lehetőséget egyébként, de hát ez a magyar bajnokság minőségét, ez szerintem nagyon erősen fogja rontani. Hát igen, a top csapatoknak se jó ez, én úgy gondolom, akiknek azért jobbak a lehetőségeik, mert egyébként hiába van egy csapatnak gyakorlatilag korlátlan lehetősége, vagy bőven nagyobb lehetősége, mint mondjuk a
tabella aljára tagsált csapatoknak. Nem biztos, hogy az, ha van pénzed, attól még nem fognak oda menni. Tehát most én gondolok egy Paksra, ahol tényleg legalább ugyanazok a lehetőségek vannak, mint Szombathelyen mondjuk, és látjuk, hogy évek óta itt az aljába küzdenek, próbálkoznak mindennel. Tényleg, ahogy így most nekem nagyobb rálátásom van, hát legalább négyszeres keretük van a légiósokra, mint nekünk, és hát nem nagyon tudnak följebb kerülni, de most nem tényleg nem csak a Pakson, hanem több ilyet is tudnék mondani, akik mondjuk, hogyha az mi elmúlt 5 évünk eredményét föl tudnák mutatni, akkor hú, de boldogok lennének, és mi ezt körülbelül szerintem felek költségvetésből oldjuk meg. A legtöbb esetben ki, hát most nyilván most belecsúsztunk egy olyan szezonba, ahol nem sikerült megoldanunk. Hadd kérjelek meg, hogy lehet, hogy itt az adás végén került volna, de most úgyis ezekről beszélünk, akkor ide illik, hogy te is mondtad itt a fórumok közösségi oldalak, hogy egy-két helyen ilyen naivitást érzek én is, hogy főleg most, hogy ez a négy díjós szabály, azt meg tudod erősíteni azt a hát, hogy mondjam, feltételezésemet, hogy még egy olyan magyar, aki nem is válogatott, és valószínűleg nem is lesz az, de azért mondjuk az elmúlt, ma este befejeződő szezonban azért volt 10-15 perces átlaga, és azért nem is, azért valamennyire tud kosárlabdázni, az adott esetben többet keres, mint egy egyébként nem is rossz amerikai légiós. Hát, ezt így konkrétan nem tudom megmondani, de hasonlót. Hát, hogy én úgy gondolom, hogy hasonló kategóriában van. Sőt, hát tudok olyanról, akinek mondjuk 10 perc alatti átlaga volt, és a mi Jolly Jokerünknél, a Tolbertnél bőven nagyobb fizetése volt idén, úgyhogy ezt remélem a Sage nem hallja. Igen, van ilyen, akik ki tudják alkudni, vannak olyan klubok, ugye, akik mondjuk nem sikerült nekik tényleg meghatározó magyart igazolni, bepánikolnak, és tényleg olyan számok vannak, hogy egyszerűen tényleg nem hinnék el itt az emberek, hogy mik vannak olyan játékosokért, akik ugye fociba szokták mondani, hogy egy egyeneset nem tudnak rúgni a labdába, de hát itt azért olyat nem mondunk, hogy egy egyeneset nem tudnak dobni, de majdnem. Viszont akkor, ha már Sage neve felmerült, azért szerintem ezt a nyarat, legalábbis a kezdő légiós kontingenst én minimum egy 4-esre, vagy egy B-re, B pluszra beáraznám. Különösen azért, mert ahogy mondod, először csináltátok ezt a fajta kiválasztást, és alig, ha nem azért egy elég komoly, a mi szintünk öngyémántot, sikerült találni a Sage személyében. Mennyire érezte úgy, hogy neki ez az első lépés az európai karrierjében, ez neki mennyire volt jó itt körmenden? És mit gondolsz, ő hova juthat el? Igen, szerintem ő abszolút tudta, és ő egy nagyon okos játékos szerintem, illetve a magánéletben is egy intelligens, nagyon normális gyerek. Tényleg, tehát 99-es születésű srácról beszélünk, tehát hogy egy nagyon fiatal, aki először járt Európába, először az első profi szezonját töltötte, hát vele tényleg lottóötöst fogtunk ki, mert egy nagyon alacsonyan rangsorolt egyetemről érkezett. Nem tudtuk mi se úgy különösebben, hogy mire számítsunk, de hát most őszinte akarok lenni, ő volt az utolsó játékos, akivel aláírtunk, és hát amennyi pénzünk maradt, ami nem volt sok, abból próbáltuk ugye a backup centerünket megtalálni, na hát, hogy nem, hogy backup lett, hanem hát, hogyha ő nincs, akkor azért elég karcsú lett volna ez a csapat idén. Úgyhogy ő szerintem, hát ahogy hallott, nyilván tudni nem tudom, de hát az ember hall dolgokat ilyen olyan körökből, hogy ő neki volt nagyon komoly ajánlata, 10-szeres pénzért, mint amit nálunk kapott januárban, februárban, nagyon komoly bajnokságokból, ügynököt is váltott, és ott én éreztem is, hogy ott azért valami történt vele, mert voltak, hát
hogy mondjam, tehát nem gyengébb meccsét, de nem olyanok, mint amiket ő hozni szokott, meg voltak olyan jelek, hogy kicsit olyan fura lett, de megbeszéltük vele, nyilván ezt, amit az előbb mondtam, így az ajánlatot, ezt nem mondtam neki, mert ő nem mondta el, én meg most nem fogom az orrára kötni, csak hát próbáltuk megtudni, hogy ugye így voltunk a Mike Moore-ral is tavaly, tehát hogy abból az esetből tanulva jobb ezeket a dolgokat inkább letisztázni, mert ha valaki nem akar itt maradni, akkor tényleg jobb az, hogy bármilyen játékosról is beszélünk, tehát az, hogyha valaki csak rá van kényszerítve arra, hogy egy csapatba játszon, az soha nem fog jól elsülni. Így beszéltünk vele, nem, ő maradni szeretne, ő jól érzi magát, tehát hogy ez jött vissza, és tényleg szerintem egy nagyon extra teljesítmény nyújtott. Na most az, hogy ő mindig négyes poszton akart játszani, ugye sokszor volt, nem is az, hogy mert nem vita, csak így ő ugye, hát azért 2 méter körüli, és azért verekedett ő a Tóth Ádámmal, meg a Keller Ákossal 5-ös poszton, ahol ott azért vannak 20 kiló különbségek, de hát nyilván ezt az ő fizikumával, meg súlypont emelkedésével valamilyen szinten tudta ellensúlyozni, jól megoldott dolgokat, és hát kérdés az, hogy ahova kerül, ott majd hogy fogják használni, mert azért egy komolyabb bajnokságban, hogy oda kerül, már pedig szerintem oda fog kerülni, négyes poszton használják, akkor azért egy nagyon komoly dobó programon kell neki a nyáron végmenni, mert be tudja dobni nyilván, de mégse az a gyilkos dobó, amit mondjuk egy komoly bajnokságban négyes posztra általában elképzelnek az edzők. Viszont minden csapathoz keresnek ilyen típusú, minden komolyabb csapathoz keresnek ilyen típusú játékost, aki az előbb említettem, hogy küzdött a Tóth Ádámmal, meg a Keller Ákossal, viszont az alapszakasz harmadik fordulójába a Nikoszt úgy megfogta a Sopronba, hogy a Sopronnak fogalma nem volt, hogy mit csináljon. Tehát, hogy ilyen játékost keresnek, akit bárhol tudnak az edzők használni, hogyha valahol üresedés van. De hogyha tényleg komolyan és négyes poszton szeretném játszani, akkor egy komoly dobóprogramot kell neki a nyáron megcsinálni ahhoz, hogy a dobása sokat javuljon. Szerintem éveleje óta is nagyon sokat javult. Itt a végén már egész szépen dobogatta rá, viszont láttuk, hogy amikor a Konaté is jól játszott, és pályán kellett tartani a Konatét, és ő négyes poszton, akkor azért a play-out meccseken azért voltak 7-8 pontos meccsek, mert ugye hát oda már nem úgy jött a labda, meg hát a játékunk is mondhatni ráépítettük, tehát hogy sokat építettünk rá az ő gyors leválásaira, az eljúbb passzokra, meg mindenre, és ugye a Konaté pedig egy más típusú játékos volt is ebből, ott megint megakadt ugye egy kicsit a játékunk sokszor, mikor így voltunk, de szerintem ő komoly helyre fog kerülni a nyáron, az biztos. Elválva egy kicsit a játékosokról, hogy ugye 7-6-ig, tehát hogy kvázi az alapszakasz feléig, úgy néztünk idézőjelben, mint egy normális kosárlabda csapat, értsétek ezt úgy, hogy igen, győzelmek, kicsi győzelmi szakasz, néha vereség, és kialakult ez a 50% fölötti mérleg, de ugye az alapszakasz második fele az 4 vereség, 4 győzelem, 5 vereség, ilyen hullámvölgy alakult ki, és az érdekelne, hogy tudsz-e okot mondani azóta arra, hogy ez miért lett ilyen hullámzó, és hogy így utólag visszagondolva, hol lehetett volna az a pont ott az utolsó 5 vereségnél, amiben esetleg beavatkozva mondjuk meg lett volna az egy nagyon fontos, vagy akár 2 nagyon fontos győzelem, és amivel bekerülhettünk volna a 8-ba. Igen, hát ha hiszitek, hanem nincs olyan éjszaka, hogy nem ébrednék valami hasonló gondolat. Nem akartam PTSD-t okozni, bocsánat. Igen, hogy hol kellett volna, mi lett volna az a dolog. Nyilván itt sokan rávágják, hogy nekem kellett volna felállni és elmenni. Ez is benne van. Lehetséges, hogy ha így történik, akkor a csapat bejut a 8-ba, ezt most már nem fogjuk megtudni. Ezt azért tegyük félre kicsit, mert ugye most oké, 7-10, de utána 11-10, tehát én azt nem gondolnám, akkor ez lett volna az opció, mert miért is lett volna az opció, talán akkor még a 5. helyen álltunk, ráadásul 5., 6., nem is tudom. 5. helyen álltunk.
Én inkább erre az öt egymás utáni vereségre gondolok, hogy Igen. látsz valami inflexiós pontot, vagy bármit. Én úgy gondolom, hogy ott a Kecskemét meccs volt az, ami megtört egy picit, mert ott megint, hát ott talán negyedik alkalommal voltunk teljes kerettel. Ugye a Konaté még bőven formán kívül, fogalma nem volt róla, hogy milyen rendezvénye van, sokszor bőven a tudása alatt játszott, de ott a Kecskeméti meccs volt az, amit ott talán vezettünk 3 ponttal, 1-10-zel a vége előtt, és ugye, vagy valamennyivel, most így pontosan nem tudom, és ott megtört valami, és ott éreztem, hogy itt tényleg valami komoly baj lesz, hogyha nem tudunk nyerni, mert pedig 4 nagyon nehéz, vagy talán 3 jött a Kecskemét után a Szolnok hazai. Ugye még azt a meccset is el tudtuk kezdeni teljes kerettel, és szerintem azt a meccset meg is nyertük volna, de hát ott ugye a Nikó jól kezdett, a Gyogó dobott 14 pontot 10 perc alatt, erre kiállítják, aztán a Malik megsérült a kapásból a második félidő elején, ezt megint 3 légióssal fejeztük be, 6 ponttal buktuk, ugye most már tudjuk, hogy az ezüstérmes ellen, meg hát a kupa győztes ellen. Úgyhogy aztán akkor ugye jött a két idegenbeli Pécset, vagy hát először Szombathelyen, meg Pécsen. Kikaptunk csúnyán a Szombathelyen, ugye az soha nem örülünk ennek, de ott egy kicsit már gondolva a pécsi meccsre próbáltunk úgy forgatni, meg hát ugye ott se játszott a Jogó meg a Malik Morgan Szombathelyen, tehát ott mindig megint láttak a szurkolók valamit, hogy kiállunk egy bizonyos csapattal, de hogy arra a hét, azon a héten hogy tudtunk készülni, azt ugye nem látták, meg hát honnan is tudnák, meg nem szeretek erről infókat kiadni, még akkor se, most már azért mindegy, de sokszor tényleg voltak kette-hárman, akik mondjuk edzettek a pénteki edzésen a meccs előtt, mert hogy azért meccset meg vállalták a játékot, és egész héten mondjuk úgy készültünk, hogy amikor ötödbe játszottunk, nem nagyon tudtunk, de amikor ötödbe játszottunk, akkor mondjuk a Nagy Peti, a Gerő Marci, a Herceg Kristóf, a Smera, a Tóth Erdei Máté voltak, és hát az egyszerűen nem tudsz olyan közeket, meg nem minden elismerésem az övüké, mert jöttek, segítettek, meg mindent megtettek, tehát nem a fiatalokat akarom ezzel bántani, de mégse tudsz olyan közeget teremteni, mégsem olyan az edzés, mint amikor benn van az öt légiós, a Pepu, a Takács, a Kismatyi, a doktor, meg, tehát hogy ezt egyszerűen nem tudtuk kompenzálni, és hát nyilván lehet különböző meccseken improvizálni, mondjuk egy Szeged elleni győzelem, ahol nem volt a Tolbert, nem volt a Konaté, és tényleg magas ember nélkül, vagy ugyanez ugye Egerszegen, tehát van egy-egy ilyen meccs, amit így meg lehet oldani, de az, hogy hosszú távon nagyon nehéz. És hát ugye nekem sem volt egyszerű a dolgom abból a szempontból, hogy nem tud, tehát hogy amikor teljes keret volt azon az 5 vagy 6 meccsen, Nem tudja az ember, és ugye sok kritika érte, hogy cserélek. Hát azért is voltak sokszor mondjuk valakinek fura cserék, mert fogalma nem volt, hogy az a játékos az mondjuk azon a héten tényleg nem edzett, és csak a meccset vállalta, és le kellett cserélni. Miért nem őt? És akkor hallok olyanokat, hogy a Jogó helyett miért nem a Dr. Peti jött, tehát és 3-as, 4-es posztra, tehát oda nem tud a 4-es posztra, nem tudom a Dr. Petit becserélni, tehát hogy vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet átugrani, mert egyből olyan hátrányban vagy a meccsen, amit nagyon nehéz kompenzálni. Úgyhogy hogy azon az 5 meccsen hol lehetett, én mondom, én a Kecskemét meccs az, amit nagyon sajnálok, mert ott mintha már félig a kezünkbe is lett volna, aztán ugye a Wittmann Krisztián, ahogy szokott, kinyírt minket a végén egy középről beesett 3 pontosával, úgyhogy én azt sajnálom, mert ha az a meccs megvan, szerintem akkor egy kicsit meg is nyugodtunk volna, meg talán a többi meccs is másképp alakult volna. Kecskemét meccsen ott maradtam benne a csarnokban egy pár percig, és láttalak kijönni az öltözőből. Hát az nem tartott sokáig, az a beszédem az öltözőbe. Tudom. Igen. Hát az igen. Igen, hogy... Egyszerűen de... nem tudtam mit mondani. Tehát, hogy ott megint egy lepattanó, ugye volt a Siniknek egy dobása onnan 45 fokról,
oda pattan középre, és ez valahogyan odaütötték a Krisznek, ő meg bedobta közép, majd a Wittmann Krisztiánnak meg igen, bedobta igen. középről, tehát hogy az agyam elrobbant, és ott egyszerűen nem tudtam, és ott ezért mondom azt, hogy ott éreztem azt, hogy itt most elég. Ott nem az volt, csak azt tettem volna kérdezni, nem az volt, hogy ott valakire vagy valakikre haragudtál a csapatban, tehát hogy nem emiatt volt ez, hanem egyszerűen a tét nagysága is, hogy így veszítettem ki a meccset. Igen, abszolút, tehát senki, nem, mert csak hát nyilván mondtam pár mondatot, aztán inkább jobbnak láttam kijönni, már nagyon bosszantó volt az az egész, és tudtam, hogy innentől kezdve csak erősebb csapatokkal fogunk játszani, úgyhogy nehéz. Hát nyilván más lett volna nagyon, hogyha azt sikerül behúzni. Hát ott az a jogó tripnál, ott kicsit fogtam a fejemet ott a végén, ott az nem is tudom, plusz hát egy, igen, név, ugye... egy név volt, ott a sarok, bal oldalról a sarokból, hogy ott lehet, hogyha leüti, ez szerintem zsák volt volna egyébként. Mi hát ez már... csak hát meg már... ott is ugye minden baja volt neki. Aztán, hát persze, tehát hogy ő ott azt rádobta, üres volt, megpróbálta, bedobott rengeteg ilyet a bajnokságba. Én sokkal inkább látom azt, hogy a Máliknak ott nem kellett volna oda átlőni a túloldalra a labdát, hanem sokkal inkább neki ezt fel kellett volna, mert ő neki ment a játék azon a meccsen. Tehát igen, előtte is ő... A Nikó, igen, a Nikó meg annyira nem, és én ott ment el ugye a kispad mellett a Malik, és mondtam neki, hogy nyugi, volt 8-10 másodperc, mondom, bónuszban vannak, hát nyilván akkor valószínű, mi már ott faltot nem kapunk, de hát akkor is törjük, hát ha mégis, vagy egy leosztásból valaki be tudja fejezni, hát ő átlőtte a túloldalra, Nikó bevállalta, nyilván, hogyha bemegy, akkor most arról beszélünk, hogy mekkora király, nem ment persze, be. Ez ilyen. Persze, ezért szeretjük a kosárlabdát, mert ez persze, ilyen. Ez ilyen. Igen, úgyhogy azt tényleg én is nagyon sajnálom, hogy az a meccs elment, mert én ott valahogy azt éreztem kulcsnak, ahogy tavalyi évben, amikor Kaposváron hosszabbításban tudtunk nyerni. Hú, az nagy volt. És nagy ott, volt igen, és ott valahogy azt éreztem, hogy na itt most így összeállt az egész, és talán úgy is volt. Itt ebben a szezonban meg ennél a meccsnél éreztem azt, hogy hát ebben még nagy baj lehet. És hát az is. Ez a... Ne arra gudjatok, de ez azért nagyon fontos, és azért egy-két kérdést itt közbeszúrtam ezzel kapcsolatban, hogy tavaly is ott a 8 határán voltunk, és akkor nagyon jó, hogy ezt mondta ezt a kaposvári példát, a Chambersnek volt, ugye a hátrányból jött föl Kaposváron, ott a büntetői mindent, tehát ott minden összejött ahhoz, hogy meglegyen a győzelem, aztán bejutottunk a 8-ba, és mindenki tudja, hogy aztán ott a 8-ba végül mennyire lépegettünk felfelé 5. meccsekkel. És hogy amikor 11-10 volt, most álltunk rosszabb helyen, sőt, jobb helyen álltunk, mint egy évvel korábban, és hogy egy ilyen meccs, mint akkor a mostani, most viszont nem sikerült behúzni egy ilyet hosszabbításban, hanem kikaptunk egy-két ponton, ami adott esetben akár egy dobáson múlik, és akkor lehet, hogy most is belettünk volna a 7.-6. helyen a rájátszásban. Persze lehet, hogy nem jutunk most 4-be, meg nem lesz bronzére, de mondjuk lettünk volna a 6.-a 7.-ek, mennyivel másabb hangzik, mint a 12.-ek. Adott esetben egy ilyen bajnokságban ez szó szerint egy-két dobás múlik, csak aztán az ember persze próbálja megmagyarázni, hogy ez miért 12, meg miért nem 6, meg miért nem 3, de közben tényleg lehet, hogy egy-két sérülésen, meg egy-két dobás múlnak ilyen végeredmények a tabellán. Hogyne, főleg ez az idei bajnokság. Tehát, hogy ebbe a bajnokságban nem volt egy olyan csapat, mint mondjuk az előző években, talán nem bántom meg őket, egy Nyíregyháza volt, vagy talán a PVSK is abban a szezonban, hogy teljesen a szint alatt volt. Tehát itt mindenki bőven, tehát egy kieső Kaposvár válogatott játékost igazolt februárba. Tényleg annyi pénzért, mint nálunk a komplett magyar mag. Tehát, jó, mondjuk azért ez a, jó, mondjuk ez, tehát, igen, ez azért hogy mondjam, az év legszerencsétlenebb dolgaként csapódott le a végén. De igen, nyilván erről nem a játékos tehet feltétlenül.
Nem, persze, nem is azért mondtam, csak hogy egy ilyen csapat esett ki, tehát egy azt hiszem 39 éve A csoportos tagsággal rendelkező csapat esett ki, nem egy 3-4 éve feljutó, vagy éppen egy anyagi problémákkal küzdő csapat, akint elmentek, maradt két légiós, nem tudták be, tehát hogy nem egy ilyen csapat esett ki, hanem tényleg egy olyan, ahol nagyon komoly légiósok voltak, én úgy gondolom, mert mi is néztük a Tázsidit egyébként nyáron, és róla akkor nem jó infókat kaptunk vissza. Tehát, hogy mi is képbe volt nálunk az IT irányító posztra egyébként. Ő volt az egyik még, de őt félretettük egyébként, hogyha most így ezt így elárulhatom. De hogy tényleg ebbe a szezonba, tehát még tavaly 14 győzelem is ugye a Paksnak kevés volt a rájátszásba kerüléshez. Idén azt hiszem 12 elég volt, vagy 11-el is. 12, ott ha minden igaz, ha jól emlékszem. Igen, mert sokat számogattuk. Idén 10, igen. Sokat számogattuk a matekot, mi is a végén. Nekünk, akkor ott vagyunk. Igen. Hát, hogy ez a tavaly megint egy teljesen más bajnokság volt, mint ez az idei. Itt tényleg egy-egy rossz dobás, hát gondoljunk a Honvéd Kaposvár meccsre, ahol azon a teljesen, most akkor Kaposvár 8-ban van, hogyha ott nem veszik el a... Igen, kapott egy technikait. Azért, mert az... ott törjöngött, szerintem ez el volt, még bevágta a triplát. Így van, így a reméjében. Igen. A triplát, örült magának, lekapta a mezét, puf, technikai kiegyenlítettek, hosszabbításba kikaptak, onnantól kezdve egészen a kiesésig mentek. Tehát, hogy milyen apró, pici momentumokon múlik, akár tényleg itt játékosok, edzők sorsa, vagy akár egy egész klubnak a sorsa egy ilyen helyzeten. Tehát, hogy ezek azért komoly dolgok. Igen, és tavaly azért gondolom a playoffban nyilván sokkal jobb kedvel tudtad adni az erőt, hogy csináljuk meg azokat a bravúrokat, amiket megtettünk. Én rettetesen sokat gondoltam rád abból a szempontból, hogy a fenében lehet egy ilyen helyzetben, a Pécs utáni mérkőzés mondjuk másnapján, kitalálni azt, hogy tudod a srácokat motiválni arra, hogy nem jutottunk be a 8-ba, esélytelenek vagyunk bármilyen éremre idén, viszont a következő 10 meccs, ezen kis kisvárosi klub szempontjából, ezt többször hangsúlyoztuk, meg többször beszélgettük a Tomival, hogy életbe vágó az, hogy semmilyen körülmények között ne essünk ki a jövőnket tekintve. Hogy tudtál bármilyen szinten is motiválóan hatni a játékosokra, hogy megértsék, nyilván főleg a légiósok, hogy megértsék ennek a súlyát? Ahogy már említettem, tényleg egy nagyon, nagyon jó felfogású srácokról beszélünk. Tehát, hogy nyilván elmondtam minden edzésen előtt, edzés végén, hogy mennyire fontos ez, hogy most nem jutottunk be a 8-ba. Nyilván mindenki szomorú, le volt törve, mindenki, mind a Bilifüle, ez nem kérdés. Érezték a hangulatot. Nyilván hallották ők is a különböző hangokat. Azt kértük, hogy mindenki próbálja meg befogni a fülét, ne foglalkozzon senki semmivel. Tényleg olyan dolgokat mondtam nekik, hogy most így utólag meg még, hogy edzés után is magamon is rögtem. Tehát, hogy már olyanokat mondtam nekik, hogy milyen szerencsések, hogy ők itt vannak Magyarországon, nem pedig mondjuk 800 kilométerre arrébb az ukrán oldalon születnek, mert most a fronton kéne harcolniuk. Tehát, hogy mennyivel egyszerűbb nekik most itt megnyerni 3 meccset egy playoutba, mint hogyha, tehát hogy ilyeneket mondtam nekik, tényleg egyszerűen már nem tudtam miket kitalálni, mert nyilván egy csomó dolgot előttem már akkor, amikor az 5 meccs volt, hogy egyet nyerjünk a playoffért. Ott is már rengeteg mindent mondtam nekik, de hogy próbáltam őket arra ösztönözni, hogy ennek a bajnokságnak nincs vége, őnekik ez a munkájuk, ezért kapják a fizetésüket, és most nyilván egy más célért küzdünk, mint az elmúlt 10-15 évben, de hát talán ez egy komolyabb meló volt elérni, mint és hogyha nem így sikerül egyébként, nyilván
olyan szempontból, hogy sérülések miatt nem jól sikerült, meg a center kiválasztás nem sikerült, de ilyen szempontból meg úgy gondolom mégiscsak jól sikerült, mert a kiválasztás, mert minden játékos megértette azt, hogy miről szól itt a történet, és tényleg oda rakták magukat. És sokan azt a Kaposvár meccset, akár a Basics vagy a Nikó is tényleg nagyon komoly sérülésekkel vállalták, de sikerült megmaradni, úgyhogy örültünk neki, persze. Ez még szerintem nagyon sokáig így benne lesz mindenkibe ez az idei év, hogy ez hol meg hogyan csúszhatott el ennyire. Ugyanakkor szerintem ez egy, tehát az egyik legkomolyabb feladat volt, mert itt tényleg, ahogy mondtad is, nem az az év volt, nem az az általános év volt, ahol tuti kiesők voltak, vagy olyan csapatok, akik 2-24-re fejezték be az alapszakaszt, vagy tehát itt ez a playout, ez nem tudom, hogy mikor lesz ilyen legközelebb, amikor ilyen szinten öldöklő küzdelem zajlik azért, hogy bennmaradjanak a csapatok. Szerintem ez egy nagyon súlyos feladat volt, és ahogy a Facebook oldalunkra is kilettéve, nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy bent tudtunk maradni. Szerintem, aki, szerintem, aki, szerintem azért rengetegen átérzik ennek a súlyát, hogy ellenkező esetben milyen következményei lettek volna ennek. Hát bőven jóval több energiát emésztett fel, mint a tavalyi bronzéremnek a megszerzése, bátran merem állítani, de ugyanígy a játékosokról is, hogy amikor az előbb beszéltünk arról, hogy a közeg, meg milyen volt a kémia, hát én úgy érzem, hogy az idei csapatban a kémia, meg a közeg bőven jobb volt, mint a tavalyi. És ugye mégsem ezért nagy a differencia egy bronzére meg egy 12. hely között, de tényleg nagyon, nagyon nehéz volt ez az elmúlt egy hónap, vagy nem is tudom mennyi volt így a playoutba. Igazából tőlem aztán lehet mindig ilyen a playout, csak mi ne legyünk benne. Jogos, jogos, jogos. Sokat beszélgettem az edző kollégákkal, akik jöttek a playoutra, és mindnyájukkal, tehát hogy ki hogy próbált motiválni, hogy tudta motiválni a játékosokat, hát nyilván nálunk szerencsésebb helyzetben lévő klubok, mivel tudod ilyenkor a légióst motiválni, és más, amit pénzzel. Na most, hát ezt mi nagyon nem tudtuk meglépni, sőt, semmilyen szinten nem tudtuk meglépni, de attól függetlenül is mindenki mondta, hogy nagyon nehéz akár az edzéseken, akár, tehát egy amerikai játékosnak elmagyarázni azt, hogy ez mi, hogy mi az a playout, tehát már eleve ők nem is értik, hogy mi ez. Hát az NBA kies, nem jutsz rájátszásba, vége a szezonnak, mindenki megy haza. De hát ezt meg kell értetni, hogy hát itt ez egy más rendszer, ez egy nem egy franchise rendszer, itt vannak alsó bajnokságok, ahonnan fel lehet jutni, tehát hogy már eleve ez egy nehéz történet volt, hogy ezt így az amerikai játék, ez most nem nálunk konkrétan, de más edzővel beszélve, neki ez okozott problémát, hogy ezt az amerikai játékosaival egyáltalán megértesse, hogy ez mi is, miről is szól ez, miért fontos ez, és akkor... mondom, sok-sok nehézség volt ebbe a playoutba, de hála Isten megoldottuk, hogy továbbra is maradunk az első osztályba. Ez azért fontos volt, mert úgy gondolom, hogy minden klubnak, tehát bárki esik ki, annak nagyon nehéz onnan újra fölállni és visszajutni egy szintre, de az, hogyha egy ilyen kisváros, hát most nem azt mondom, hogy kis klub, mert azért nem tartom magunkat kis klubnak, még hogyha szerényebben is vagyunk, mint a többiek, de azért nagyon, nagyon nehéz a visszaút bárkinek is a B csoportból, mert én voltam ott még játékosként is, meg azért figyelemmel is követem, tehát ott az egy megint egy más történet, oda megint egy más gondolkodásmód összeszedni játékost, hogy újra visszakerüljél, ki az, aki ezt támogatja egyáltalán. Úgyhogy ez
nem baj, hogy így alakult, hogy Nem nem baj, maradtunk. nagyon-nagyon más történet. Annak idején én is Veszprémbe is jártam NB1-s meccsekre. Hát itt nincs szerintem az a hangszeres tudás, amivel lehet szerintem, hát én úgy gondolom, hogy sajnos, mert ugye azért ez nem biztos, hogy jó, de tényleg óriási a különbség, és... Hát igen, azért, bocs, hogy szabadba vágok, de ezért nem véletlen, hogy nincs a hű de nagy játékos mozgás azért a B csoport meg az első osztály között magyar Igen, játékos igen. anyagba. Igen, igen, Hát igen. ott. Pedig lehetne, Hát optimális esetben ugye az optimális lenne. Lenne a helyzet, igen. Egy olyan kérdésem, hogy lenne más jellegű, hogy itt azért decemberben megénekeltük azt, hogy egészen rendben van a kapottjaink száma, aztán ez átcsapott teljesen a másik végletbe, és mindenfajta negatív rekordot döntöttünk, hogy ez mennyire egy-egy Cook szerepe ebben van-e, mert ugye azért Cook nagyjából decemberben tűnt el, aztán mindenfajta legenda volt persze arról, hogy ő neki a térde az mennyire rossz, de az most ilyen a szempontból lényegtelen is, úgyhogy nem is kell ebbe belemenni. Vagy úgy általában azt, hogy hogy egészen ilyen kevés edzéssel, hogy a teljes csapat rendelkezésre volt gyakorlatilag törvényszerű a védekezésnek az ilyenfajta, hát nem is a szétesése, vagy legalábbis negatív irányba elmozdulása, vagy milyen egyéb tényezők lehetnek e mögött, mert azért a szezon elején azért 60 alatt volt a Sopron, a Pakson is talán ilyen 60-62 pontot kaptunk, meg úgy egyébként is, tehát hogy a meccsek pontszáma is alacsonyabb volt, de főleg a kapott pontok száma, és akkor azért ott nagyot változott decembertől ez a helyzet. Ha erről tudnál mondani pár mondatot, azt megköszönném. Igen, örülök, hogy ezt megkérdezted, mert nyilván sok kritika érte a védekezést. Na most, ha kezdhetem az előző szezonról, ott is változtattunk, miután átvettük a levével a csapatot, szerint azt, ha jól emlékszem, ott is talán, hogy bronzérmesek lettünk, talán a harmadik legkevesebb kosarat is kaptuk a Szolnok meg a Falkó után, ha jól emlékszem. És decemberig idén is működött minden. Na most nyilván egy védekezést felépíteni talán az a legnehezebb része, megtalálni a helyét mindenkinek. Az, hogy miért csúszott ez el ennyire, ennek is sok oka van. Nyilván a Cook az első számú, mert hát most ő volt szerintem tehát az egyik legtapasztaltabb, mert szerintem a legjobb légiós. Hát, hogy nem véletlenül vártunk rá annyit, hogy vissza tudjon térni amennyit. Nyilván ennek anyagi okai is voltak, de meg én biztos voltam, hát biztos nem voltam benne, de úgy gondoltam, hogy azért követve a légiós piacot, hogy egyszerűen nem fogunk tudni ilyen kategóriájú, ilyen dobó, ilyen tehát minden szerepkörben jól tudott működni, amikor éppen olyan kedve volt, mert azért volt olyan, hogy ő is egy kicsit olyan, mintha nem akart volna kosarazni, de mint utólag kiderült, az is már tért problémája miatt volt, itt zárójelben tényleg volt neki, és meg is műtötték, miután hazautazott innen tőlünk, úgyhogy azóta is lábadozik a műtétje után, tehát volt neki tért problémája valóban. Úgyhogy az ő kiválás, és onnantól kezdve, hogy ott, akkor a Dr. Petinek a háztartási balesete, hogy így fogalmazzak, ugye teljesen irányító nélkül maradtunk, mindenki más poszton játszott. Tehát, hogy például egy Nikola Dzsogó játszott 1-5-ig. Ugyanígy 1-5-ig védekezésben is. És hát nyilván folyamatosan próbáltunk improvizálni. Tehát nekem is majdnem, de nem az volt, hogy idén volt egy csapatom, mint tavaly, ahogy volt. Tavaly tudtam, hogy kezdünk valahogyan, ha a Godwin egy kicsit meghűl, akkor tud jönni a Csaki, ő rutinból lehozta azt a 10-15 percet, vagy amennyit, ahogy éppen jól ment neki, akkor többet. Ha a Wendell Mitchell meghűl, tudtam hozni helyette a felpőt. Tehát megvoltak a rendszerek az egészben, idén nem. Hát idén majdnem minden meccsre egy teljesen más kerettel kellett, hogy kiálljunk. És ez felborította az egész játékunkat, és ugye sokszor volt, és már mondtam, említettem, hogy miket cserél, meg nem tud cserélni, hát közt, tehát, hogy nem volt könnyű, mikor hirtelen oda néztem, hogy ja, most ki, tehát tényleg volt olyan, hogy oda néztem, hogy ki is van, tehát ki nincs.
Hát és onnantól kezdve, hogy nem posztra cserélsz, nem úgy cserélsz, az a védekezés, az már megint csak nem úgy fog működni. Én tényleg szeretem az agresszív, az utánpótlás csapatnál is, ha tök mindegy, visszaemlékeztek, vagy visszanézi valaki az úszas bajnokság után is, azt mondtam, hogy a védekezésünkkel tudtunk nyerni, de meg minden olyan eredményt, amit ott elértünk, ott mind, meg tehát amíg visszajöttek a szakmába, és mindig azt dicsérték, hogy az én csapataim jól védekeznek, és ez a fél év, ez számomra kegyetlen volt, tehát hogy én is nagyon nehezen bírtam, de mondom, mivel mindenki más poszton játszott, az a védekezés, az a szisztéma sokszor nem működött, mert nyilván itt is megvannak a pozíciók, amikből kell valamit csinálni. Na most, ha valaki bekerül egy másik pozícióba, ott már eleve máshova kell lépni, ha csak egy fél métert nincs ott, abban már van egy benti üres zsákolás, hogyha nem gyenge oldalról nem jön a segítés. Na most nem akarok ennyire így belemenni a szakmába, de nagyon nehéz volt, és tényleg az, hogy a Kuk egy nagyon jó védő volt, aki egy-egyben azért nagyon nehéz volt megverni, a helyére érkező Lovre Basic, hát finoman fogalmazva is egy más fizikumú játékos, és hát nem egészen azt az agresszív védekezést hozta, amit mondjuk egy Kuk tudott, de nyilván ő a Lovre is megtett mindent, tehát ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy nem, de hogy azért az egy csomó olyan dolog volt, ami nehezítette ezt, akár egy center kérdés, hogy volt három centerünk, mind a három teljesen más típusú játékos, másképp védekezik, és hát nyilván, hogyha egy centerrel erős kisegítést csinálsz, laposat védesz, vagy váltasz, vagy csak egy quick shot csinálsz, vagy tehát, hogy már mind a mezőnyöknek a helyezkedése is más, és hát mire megtaláltuk azt, hogy a Szillával végre mit lehet védeni, és kitapasztaltuk azt, hogy mert nyilván edzésen az nem ugyanaz, mint a meccs, mégiscsak meccsen derül ki. Mire vele sikerült megtalálni azt, hogy na, mibe is tud ő nekünk segíteni, arra megsérült ő, akkor el kellett őt is küldeni, akkor jött a Konaté, akkor ő vele is megint egy más típusú védekezés az, ami működött. Úgyhogy nagyon nehéz volt, és hát tényleg ezeknek az egyvelege az, ami eredményezte azt, hogy hát ilyen gyenge, tehát egy sok-sok gyenge meccsünk volt a védekezésben. És hát ugye ez eredményezte azt, hogy a játékosok is ezt érezték, és akkor próbáljuk meg túldobni ugye az ellenfelet, az meg nem mindig sikerült. Ez Basicnak, ez szerinted feküdt ez a játékstílus? Szavaidból abszolút kiérződik, hogy azért te alapvetően nem egy ilyen kosárlabdát játszanál, de én mondjuk Basicson azt értem, hogy ő neki ez azért annyi nincs ellenére, tehát ő a védekezésben nagyon sokszor így kiugrott kb., hogy egy ilyen keresztpasszot elkapjon, vagy valamint, hogy egy-egybe aztán megfogja látni az ellenfelét. A támadásban meg aztán adta folyamatosan a két számjegyű gólpasszokat, meg ami már kevésbé tetszett, hogy haigálta a triplákat néha talán túl sokat a kereténél. Tehát volt egy irányítónk, hogy aki szedje össze a csapatot, és nagyon jól is kezdett, aztán ő is megsérült persze, meg minden, igen. Csak hogy kicsit úgy éreztem, hogy egyébként így, hogy a játék stílusunk ebbe az irányba ment el, azért ugye az elején ez Basichoz jobban passzolt, nem? Tehát, hogy őnek ez lehet, hogy ez annyira nem volt az ellenére, nem? Nehéz, mert tényleg, mikor ő érkezett, hozott egy olyan lendületet ebbe az egészbe, meg mindenki hirtelen azt hitte, hogy hú, most aztán megtaláltuk az irányítónkat 3 évre előre, de nyilván, ahogy a többiek is kiismerték az ő játékát, a gyengeségeit a csapatok megtalálták, úgy azért esett vissza a teljesítménye. Igen, tehát, hogy védekezésben volt, amit én várok, ugye nyilván más stílusban védekezett ő is, és megint alkalmazkodni kellett valamihez, megint ki kell találni valamit, vagy őt hova rakjuk, kire rakjuk, és igazából tényleg nem volt olyan, mert a tavalyi évben igazából a Wendell Mitchell volt, aki teljesen vakon volt legtöbbször a védekezésben, de őt azért ugye lehetett dugni mindig a fiatalra, főleg az első fél időben, hát a másodikban megoldotta azért a helyzetet, de idén több olyan játékos volt, akit azért így meg kell próbálni olyan játékosra tenni, és ez ugye most, hogy több volt,
így egyre nehezebb lett olyan helyet találni a védekezésbe, ahol ők jól tudnak szerepelni, de hát így alakult. Hát igen, csak azért mondom, hogy mi ezre így beszéltünk itt a Gyurival a podcast adásokban, hogy az egy dolog, hogy mit akarna az aktuális edző, ugye ha a keretben főleg olyan játékosok vannak, akik inkább a támadó oldalon jobbak esetleg az átlagnál, mint a védő oldalon, akkor az adott esetben ugye, hát neked, mint edző, ehhez valószínűleg alkalmazkodnod is kellett kényszerben, mert ugye Morgerről te is mondtad, hogy ő is inkább elől, mint hátul, akkor Basiccsal ez megint igaz. Szerintem mindenki kimondhatja, hogy Fepura is igaz, nem tudom, hogy minket esetleg Dr. Petinél, tehát azért, hogyha főleg a mezőnyposztokon, meg hát sőt, tehát igazából centernél is azért Carter se halt meg a védekezésben rögtön az elején, meg azért Konate sem mindig rakta fel hátul a kezét, közben meg középtávolikat úgy dobta, mint más az Itzert, tehát hogy valahogy így, mintha az egész keret úgy lett volna idén, hogy előrefele inkább megvolt az, hogy hogyan lehet játszani, akár egy-egybe, akár rendes csapatjátékban, mert megvoltak az előnyeink, hátul viszont, mintha majdnem minden poszton folyamatosan hátrányban lettünk volna, majdhogy nem az összes ellenfelünk szemben. Hát igen, azért ugye sokszor mondják azt, hogy hát a védekezés az akarat kérdése. Hát egy darabig. Ezt mi sokszor kérdése. Mondjuk itt a Gyurival podcastben, hogy mi ezt nem szeretjük, ezt a közhelyet, mert én ha körben ezt fölvennék, a rohadt élet, hogy mindent elkövetnék, hogy nyerjen a csapat, de hogy 200 pontot kapnánk minden meccse, hogyha 5 én belőlem állna a csapat, 5 belőlem, az tuti. Hát igen. Én próbáltam a kosárlabdapályán akarni védekezni, de nem sikerült, igen, és akkor igen. Ezt itt leizdárnám ezzel. Igen, akkor értitek, hogy miről szeretnék beszélni. Tehát, hogy hiába, és sokszor a Malikra is rámondták, hogy hát, hogy beleszarít, meg nem. Na hát, ha valaki nem szart bele, meg ha valakit érdekelt ez az egész, tehát aki mondjuk egy Kecskemét meccs után, az a play-out első hazai veresége után tényleg kiállt a csapat elé, és ő volt az egyetlen, aki mondom, tehát, hogy könnyen jöttek, és hogy ezt itt nem tehetjük meg. Tehát olyan beszédet mondott, ami hatott is a csapatra, én úgy gondolom, mert utána a Szegedet szerdán sikerült is megverni. Tehát, hogy ha valaki nem szart bele, és valakinek fontos volt ez az egész, hogy legalább maradjunk benne, ha már így alakult, az tényleg a Malik volt. És védekezésben ő is, ha akart, tehát pont azon a szerdai meccsen azért a lokkot, tehát az első fél időben levette a pályára. Tehát, és akart védekezni, és ment is, meg túltette magát a problémáin, meg minden. Tehát nyilván ő is tudott volna, de amikor ugye ő is belekerült egy olyan helyzetbe, mondjuk ott a decembertől januárig, hogy ő volt irányító poszton, vagy ha ő nem, akkor senki. És ugye őt is sok vád érte, hogy hát mennyit pumpálja a labdát, hát persze nyomorú gyerek próbált, amit tudott, meg sokszor elfogyott az ereje, és rossz döntéseket hozott, de tényleg én akkor is mondtam, hogy le a kalappal előtte, hogy ő ezt így lehozta úgy, hogy tényleg aztán egy irányító mondjuk egy meccsen föl tudja hozni 6-szor, 7-szer, 8-szor a labdát, és el tud kezdeni egy játékot, de az, hogy 40, mondjuk egy 30, nincs cseréje, és mondjuk egy 35 percet le kell neki hozni irányítóként, azt azért nem. És még akkor azt is várjuk tőle, hogy azért fog meg a Nikolszt a Sopronba, vagy mit tudom én, a Siani Chambers-t az albába, tehát, hogy na, mindent azért nem lehet elvárni, és nyilván valahol meg kellett neki is pihenni, úgymond, mert ezért nyilván a védekezésbe próbált meg ő is inkább pihenni, mivel hát irányító poszton nem lehet pihenni, tehát az irányító poszt az nem az, hogy ott akkor már egy négyes az el tud pihengetni, főleg ha az edző olyan játékokat hív, hogy csak a sarokba áll, aztán várja, hogy jöjjön a dobás, tehát hogy ő nem tudott. És emiatt is voltak neki is olyan meccsei, amikor úgy tűnt, hogy talán kevésbé védekezik, de szerintem tényleg, tehát ő egy, amikor nyáron kérdeztünk utána is, a legutóbbi Csehországból mondták, hogy tehát a legjobb
fekete játékos, akivel találkoztak, vagy itt a legjobb ember, és ezt tényleg alá tudom támasztani, hogy azért így, ha nem is mind edző, de még mint játékosként is sok amerikaival volt dolga az embernek, de ő biztos, hogy így a top 3 így emberileg, úgyhogy ő tényleg mindent megtett. Szeged meccset mondtad itt rögtön itt a második fordulóban a Kecskeméti vereség után, itt a Gyurival itt beszéltük a podcastben, hogy nagyon tartottunk, vagy én személy szerint mondtam, hogy nagyon tartok az első meccset, hogy mi van akkor, kikapunk, hogy esetleg jön a pánik, de most az egy dolog, hogy én szurkolóként pánikolok, mert a szerencsére a csapatra azért nincs kihatással, de a Szeged vezetett itt nálunk a második fél időben, abban a második fordulóban, hogy mint te ott a kispadon, mind, amit te láttál a játékosokon, hogy és aztán azt megfordítottuk, és hát az elképesztően kulcsfontosságú, hogy azt megfordítottuk. Itt a legelső kérdés is a stresszfaktorra vonatkozott, de hogy konkrétan hol volt az a pont a bajnokságban, itt a playoutban akár, hogy érezted, hogy hogy itt most nagyon ott vagyunk, hogy nagyon a töréspontnál vagyunk. Mert aztán azt, hogy azt a Szeged elleni meccset ott megfordítottuk, az egy, mondom, szerintem az egy rendkívül fontos történet volt. Hát hogy ne, hát nyilván, ahol éreztem azt, hogy most óriási a baj, az a Kecskemét meccs után. Tehát ott azt a 3 napot remélem soha többet az életemben nem kell, hogy átéljek ilyet, mert most egy kicsit személyeset is beleteltek, tehát hogy nekem körmendiként, tehát hogy ez elképesztő volt ott megélni, hogy egy általam összerakott csapat, egy tényleg úgy gondoltam, hogy egy nem rossz keret ide jut, tehát hogy ide tudunk jutni, és nagyon, nagyon bántott a dolog, nagyon, tehát hogy tudom, hogy mindenki azt akarta, hogy ez a csapat is majd 4-be lesz, minden, de nem így sikerült, és tényleg nagy köszönet azoknak innen is, akik így kitartottak meg próbálták tartani így a lelket, és nem azzal voltak elfoglalva, hogy én mennyire hülye vagyok, vagy a játékosok mennyire beleszarnak adott esetben a dolgokba, hanem tényleg az, hogy most nem a bronzéremért, nem az aranyéremért kellett összefogni, hanem most igen azért kellett összefogni, hogy ez a csapat bennmaradjon, és szerintem megint megmutatta ez a közeg azért, hogy aki egy kicsit is belelátott így az idei dolgokba, meg a csapat életébe benne volt, nem csak egy eredményt olvasott el a Vas népébe, vagy a teljesen mindegy valamelyik Facebook posztba jött szembe vele egy eredmény, és akkor jól érezte magát attól, hogy egy röhögő fejet nyom egy vereség után, vagy valamelyik bárkire negatív kommentet oda tesz, és akkor majd attól jobb lesz, mert ettől soha nem lesz jobb. és tudom, hogy már ennek nagyon komoly következménye, tehát bármennyire is nem hiszik el ezek az emberek, ezeknek nagyon komoly következményei vannak, nem véletlenül felmerültek ezek, hogy miért nem rakunk ki hamarabb dolgokat, akár csapat életéből, vagy bármit egy légiós érkezése előtt, ugye mennek a találgatások, ezt is elmondtam már, hogy az is mekkora, tehát volt úgy tavaly évben, hogy emiatt nem sikerült egy légióst leigazolni, mert kiderült, hogy mentek a nevek, meg minden, és hát más csapatnak is a tudomására jutott, hogy ja, az a játékos szabad, ja, mi 5 dollárt adunk érte, hát, vagy tudják, hogy a körmend 5 dollárt ad érte, mi tudunk érte adni 7-et. Na most akkor szerintetek a játékos hova fog menni? Tehát, hogy ezért van az, hogy óriási felelőtlenség ezektől az emberektől szerintem, akik idő előtt nevekkel dobálóznak, és ők, nem tudom, próbálnak jó színbe fel, vagy valaki előtt, hogy ők megtudták, és ezt valahonnan tudják. Nyilván magunkba is kell keresni a hibát ezeknél a dolgoknál, mert hát valahonnan kimegy az információ, de tényleg próbáltuk, talán az idei nyáron ugyannyira légiós nevek nem is jöttek ki előbb,
mint de ugye a szezon közben, amikor egy légiós váltás van, akkor azért itt jönnek nevek meg. Tényleg egyet valaki, nem is tudom, kimondta, hogy valahova felkerült, hogy én, hogy szabad volt a, hogy hívták a játékost, aki megsérült itt a döntő előtt, amikor a Colner volt az edző a horvát centerünket. A Delás. Delás, és hogy a Delás szabad volt, de nekem az se kellett. Valami ilyen, tehát hogy nem is volt róla, tehát hogy, és érted, és akkor lájkolják 15-en, mert ő fölír egy ilyet, tehát közünk nincs egy Deláshoz, meg az se, tehát tényleg szóba se került, tehát hogy én meg se kaptam egy ügynökstől se, de valaki ezt itt a fölírta, hogy hát nekem az se kellett. Mert nekem jó, az hát, se volt. Jó, hát. Érted, és helyette a Szillát igazoltuk. Hát persze. Tehát, hogy tényleg ennyire debilnek nézik. Jó, hát az 99%-os info volt, hogy a Morgan meg a Tolbert itt hagyja a csapatot a play-out előtt. Tehát, na, hát jó, ezeket is hallottam, mert valaki, hogy talán az ankéton, ugye, mert az a play-out előtt volt, ott tette fel valaki a kérdést. Hát mondom délelőtt itt edzettek. Hát mondom, igen, vagyunk. Tehát, hogy nem ment el senki. De és attól függetlenül továbbra is. És akkor ráadásul ugye pont úgy jött ki, hogy a Kecskemét ellen, ugye az első meccsen a Tolbert nem jött meccsre. Na most azt úgy képzeljétek el, hogy 2 óra, akkor kaptunk egy üzenetet tőle, hogy ő neki nagyon fáj a hasa, ő nem tud játszani. Na most erre most mit tudsz mondani? Ja. Ő rosszat evett. Na, és ő nem jön meccsre. Hát most, és ez szombaton 2-kor, és akkor megint, ahogy ő már a városban sincs, meg már hát. Tehát mindenre nem lehet reagálni, mindenre meg szerintem nem is kell. Tehát csak hogy tényleg ezek a dolgok azért negatívan tudnak hatni. Sőt, egyáltalán nem kell szerintem. Tehát, hogy ezek olyan jelenségek, mert nyilván van a körmes specifikus része is szerintem, de ezek olyan jelenségek, amik egyre inkább általánosak sajnos. És valahogy valamilyen stratégiával kezelni kell ezeket, mert ahogy mondtad, ártalmasok is lehetnek, de ha nem ártalmasok, akkor is lehetnek bántóak, vagy rossz szájízt hagyók, attól függetlenül is. Ugyanakkor nem tudom, hogy erre mi a jó stratégia, vagy mi a jó küzdés. Én leginkább a buborékot érzem, legalábbis a saját példámon a leghatékonyabbnak, amennyire lehetséges, nyilván. Azt is, hogy egyébként a légiósok is, ugye hát a mai világban egy Facebookon, nem tudom, Instagramon nekem nincs meg ilyen TikTok, vagy miatt TikTok, olyan is, nem tudom, hogy ezek mik, meg hogy működnek, de hogy a Facebook van, mert nyilván ott azért kell tartani a kapcsolatot, de hogy ugye már fordítja, tehát hogy a légiósok is olvassák. Ez a kommenteket is ugye egyből fordítja nekik, nem tudom, hogy az Instán is így működik-e, de hát a Facebook is olvassák. És nem, hogy azt gondolják az emberek, hogy nem oda, hogy nem. Örülök neki, hanem egyébként én mindig próbáltam nekik ezt így mondani, hogy fül bezár, és nem fog, főleg itt a play-outnál, hogy ne azt nézzük, hogy mindenki azt számolja, hogy eshetünk ki, hanem mi tudjuk, hogy kell nyerni legalább 3 meccset, és akkor tehát ezzel legyünk elfoglalva, ne azzal, meg ne azt hallgassuk, hogy hú, ki fogunk esni. Tehát, hogy igen, ezek ilyenek eljutnak hozzájuk is, csak ezt akartam. Arra mindenképpen rákérdeznék, hogy azért nyilván itt az utánpótlásban eltöltött évekkel jár ez, hogy a csapatban 2 U23-assal, Takács Kristófa és Kismatyival azért van egy közös múltatok, és hogy nagyon, hát hogy mondjam, tehát nagyon feltűnő volt, hogy mondjuk egy-egy befújt falt után, vagy valami hiba után azonnal néznek ki rád. És azért ez nem egy általános dolog. Tehát, hogy azért ez nem csak körmenden nem, hanem úgy általában a magyar, vagy bárhogy a világ kosárlabdájában. Tehát Takács Kristófnak nem tudom, hogy hányszor nézett ki rád ebben a szezonban, de szerintem nagyjából 125-ször egy-egy jelenet után. Kismatyinak valamivel kevesebb volt a játékperce is, de ő is rengetegszer, hogy ilyenkor mi az, amit te vársz tőlük reakcióba, vagy ők milyen visszaigazolást várnak tőled. Én remélem, hogy ahogy elmondtad, hogy akár tényleg úgy néztek ki, hogy
hogy bizalommal, és remélem, hogy tudtam is nekik segíteni sok esetben, mert mondhatom, hogy azért úgy több vagy erősebb a kapcsolat, mint egy játékos edző között, mondom, hát én emlékszem a Kismatyira, Kisbenére, ugye, aki az Albában van, amikor ők először jöttek kosártáborba Körmendre, hogy már akkor föltűnt, hogy milyen ügyesen kezelik a labdát, meg így kiválasztottuk őket, és nekik is tök nagy melő, hogy ők jákiak, kiákról, sőt a Bolyaiba jártak Szombathelyi iskolába, onnan hordták le őket, úgyhogy én is sokat hordtam őket Szombathelyre, Szalai Janibá is kadettkorukban sokat hordta, tehát hogy így szerintem azért már nem csak egy ilyen sima játékos edző kapcsolat volt köztünk, és ismertem nekik mondani, meg ők is nekem egyébként, és ezzel nincs is semmi baj, hogy talán egyszer volt itt az elmúlt meccsük, de a Dr. Petivel ugyanezt, a Petinek is edzője voltam, Serdülő, Kadett, U18, U20, tehát hogy nem csak itt dolgoztunk először, és hogy kiabál, meg hogy nem tisztelnek engem, mert visszakiabál. Hát de őszintén vagyok, én meg is értődnék, hogyha nem mondanál nekem. Hanem csak fogom azt, hogy jó, van magyarától, tehát hogy ez lenne, ez sokkal rosszabb lenne, mint hogyha visszamutat nekem valamit, hogy ő hogy látta. Hát ő, ez is segít nekem. Tehát én nem gondolnám, hogy ez tiszteletlenség egy edző felé, hogyha a játékos visszaválaszol bármire is. Úgyhogy ezek így szerintem. Érződik rajta tatu, vagy nem lehet, látszódik, mint minden egyes meccsen, hogy te aztán az a típusú vagy, aki a játék minden rezdülésére reagál. Hogy legyen szó saját játékos, játékvezető, hát hogy jó, az ritkább esetben ellenfél játékos, mert az mondjuk az kevésbé, de hogy azért sokszor van terjegetés, kispad mögé sétálás, bírókat is szereted azért szóval tartani, hogyha arról van szó, hogy ez mennyire következik abból, hogy milyen mit hozol magadból, tehát hogy ilyen ami hogy egyből kiadod azt, ami gondolsz, vagy tehát ez mennyire ilyen dolog, és vagy mennyire olyan dolog, amit az adott helyzetben a feszültség hoz ki belőled, illetve hogy ezen változtatnál-e. Ez az, ami engem érdekelne, tehát, hogy itt, vagy akár még a mérkőzés meccsek utáni interjúkra is gondolok. Itt igaz, hogy az csak egy ilyen 8-10 mondatnál az a sajtótájékoztató nem szokott több lenni, de ott is azért, ha mikor olyan van, akkor azért szerepelnek a játékvezetők, vagy finoman, vagy kevésbé finoman az elmondottakban, hogy ezt a kérdést hogyan látod, bármilyen körmenden az, hogy valaki közepesen vehemens edző, az hát finoman szóval nem ritkaság, tehát nem nagyon loksz ki ebből a sorból, de mégis ezt még meg szerettem volna kérdezni. Hogy ez egy munka, ez nekem körmendiként a körmendi csapatnál, ez egy érzelmi dolog is. Olyan indulatok, meg feszültség egy-egy meccs közben, amik úgy nyilvánulnak meg, amit nem kéne. Ahogy nem kéne. Ezt amikor visszanézek egy-egy meccset, és hát nyilván visszanézem a meccseket, és úgy a kamera engem is mutathat, Jézus Mária, fogom a fejemet, hogy de ott egyszerűen ez le se esik. Meg sokszor van olyan, amit úgy mondanak a játékosok, vagy hogy mit mondtam, és így teljesen kiesik, mert egyszerűen tehát, hogy ösztönből jön, vagy nem tudom. Nyilván egy csomó, tehát hogy szerintem egy edző, hogyha 20 évig edző, de ha csak 2 évig, tehát folyamatosan változik, és kell is változni. Nyilván nekem tavaly óta, tehát hogy egy magyar edzőnek ugyanúgy nagyon nehéz magát elfogadtatni szerintem a játékvezetőkkel, mint egy magyar játékosnak. Tehát ezt az utat, ezt el kell kezdeni kitaposni, és hát nyilván kellenek ahhoz olyan eredmények, hogy a játékvezetők is úgy viszonyuljanak hozzád, hogy egy egyenlő partnerként kezeljenek. Van olyan, aki az elejétől fogva egyébként ezzel semmi probléma nincs, de vannak olyan játékvezetők, akik azért nem, akiknél azért kéne valamit letenned az asztalra ahhoz, hogy akkor ne az első olyan már mutatja a T betűt, tehát hogy
én ezt valahogy úgy éreztem, nem, mondom, nem minden játékvezető, én tényleg nem akarok, biztos nem is fogok neveket mondani, de hogy akár a hazai pályánkon is egy vendég külföldi edző, aki már több éve edzősködik Magyarországon, az mondjuk sokkal többet megtehetett, mint én a hazai pályánkon 2000 ember előtt, néző előtt. Ezeket a dolgokat ki kell így járni szerintem, hogy elfogadják az embert. Aztán, hogy lesz nekem erre egy lehetőségem, vagy ez ennyi volt, és eddig jutottam, az majd kiderül. De persze, sőt, én is tudom a hibáimat. Egyébként egy csomószor ezeket az interjúkat, amiket hol nem tesznek ki videót, ugye valaki teszik a videót, ott mondjuk beszélek 5 percet, de amit lehoz egy portál, az meg mondjuk 4 mondat, zanzásítva az egész, tehát hogy igen, ott is, de én örülnék a legjobban, hogyha nem kéne a játékvezetőket megemlíteni, de hát voltak olyan szituációk idén is, amiket így nem nagyon értettem, itt most akár egy play-outos oroszlányi 45 darab büntetőt dobott az oroszlány, hát, és akkor is ott azt mondtam a játékvezetőknek, hát én örültem volna a legjobban egész évben, ha olyan csapatom van, amelyik ilyen agresszíven védekezik, hogy 45 büntetőt dobott az ellenféllel, de hát erről nem volt szó sajnos, és ott se értettem, hogy akkor ott hogy játszottak, és még akkor kipontozottak 4-en, aztán is azért egy jó meccset tudtunk játszani, de és akkor talán ott említhettem meg. Szerintem még az alapszakaszban is az ottani oroszlány meccs volt az, amit nem úgy sikerült szerintem játékvezetői szempontból, ahogy kellett, de tényleg egyébként, ha összességében nézem, szerintem korrekt voltak gyengék, de hát ugyanúgy játékvezetőknek is vannak gyengébb napjai, úgyhogy ez benne van, ez hozzátartozik a játékhoz, ez kell alkalmazkodni igazából. Nagyon általánosan tenném fel azt a kérdést, hogy a jövőt tekintve mit lehet tudni, mert nyilván én fogalmam sincs arról, hogy mi publikus, mi nem publikus. A saját személyeddel, esetlegesen a játékosokkal kapcsolatban, vagy bármi olyan dologgal, ami a jövőben meghatározhatja a klub életét, mit tudsz nekünk itt elmondani? Ha röviden akarnék fogalmazni, vagy mondani, sok mindent nem tudok mondani semmivel. Azzal, hogy itt szombaton vége lett a bajnokságnak, nyilván most kezdődnek el a játékosokról, ugye a Durónak szerződése van, azt tudjuk, plusz egy évre. Talán a Kismatyinak van a plusz egy éves opciója, amit tudok, de ez se biztos, a Dr. Petinek lejár, a Takács Kristófnak lejár. Aztán, hogy hogyan, kivel sikerül hosszabbítani, őszintén nem tudom még. Saját helyzetemről se tudok mondani semmit, annyit, hogy majd nyilván itt fontos dolgok fognak eldőlni szerintem így a jövőben is, és hát majd annak megfelelően vezetőséghoz döntéseket. Majd itt szerintem ez egy-két héten belül az egy-két fontos kérdésre biztos választ kapunk, mert az idő az ilyenkor azért az gyorsan tud itt ezen az óra ketyegni, aztán meglátjuk. Nem tudom, még ezt azért meg akartam kérdezni, hogy hány évet öregedtél itt tavaly, augusztus óta, hogy érzed? Hát a 10 az a minimum szerintem. Hát nem is az, hogy öregedtem, hanem annyit elvett az életemben azért. Tehát 10-et biztos. Tehát ez tudom, hogy talán ti is beszéltétek valamelyik előző podcastben, hogy hát mennyire jó men egy gyógyszergyárnak minket támogatni, vagy mint főszponzorként. Igen, de én otthon áthára gondoltam meg. De gyártanak ők mást is. Igen. Tehát, hogy... Mindenesetre nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk veled így a szezon végén, egy kicsit nyilván okosabbak leszünk majd az elkövetkezendő hónapokban, de addig is jó pihenést kívánunk, van mit kipihenni, hogy aztán én azt remélem azért, hogy
hogy visszatérsz. Addig is jó pihenést, és köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Jó, hát én köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy itt lehettem veletek, és tényleg további sok sikert a podcasthez, és ha bármikor kérdésetek, vagy bármi van, én nagyon szívesen, ha kompetens leszek benne, akkor nagyon szívesen vállalom a továbbiakat is. Úgyhogy további jó nyarat mindenkinek, és jó pihenést, mert szerintem szurkolóknak is van mit kipihenni ezután a szezon után. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.